Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt 10 perccel, jó reggelt kívánom mindenkinek, kedv van, és ha minden igaz, akkor már szeptember elseje. Úgy bizony. Jó reggelt. Sziasztok, kellemes tanítási napot kívánunk minden nebulónak. Egészséget, kedves diákok, tessék. Évnyitóra menni, beállni a sorba, végighallgatni a tanítónénit, meg a igazgató bácsit nénit, és aztán beülni az iskolapadba. Remélek, jól éreztétek magatokat, mindegyik élményekkel gazdagon, de most már ne felejtsétek el, mi a kötelességetek. Ugye, a tanulásé lesz a főszerep. Vegyétek el a munkafűszeret, sőt, nem is. Dolgozat. Ismétlő dolgozat. Átrahagyott emlékeket nem veheti el senki, most már azonban másra kell koncentrálni, nem ilyen hülyeségre. Átrahagyott ilyenekre emlékszem. Minden hülyeségre. Nem tudom, hogy pontosan ez volt, de minden. Amit anyád adott, azt már nem veszi el senki. Hát amit anyád adott, az biztos, hogy az biztos, hogy nem veszi el már senki. Biztos, nem. Ja, Istenem, hát itt vagyunk. Itt vagyunk. Hogy aludtatok? Jól aludtatok? Jó, most viszi az embert, a remény, hogy jön majd ez a hidegfront, és akkor majd egy kicsit eltörik majd ez az irgalmatlan hőség. Most már picit azért uncsi, azért valljuk be őszintén, az év 5. hőségriadóját átélni. Most már, hogy mondják ezt a szerda, vagy egy csütörtök, ilyen kis hidegfront, ami szépen lassan majd bekuszik az országba, aztán egy 10 fokocskát eltüntet ebből a dögletes melegből. Hát én már ebbe bízom. Ez is 30 még mindig marad, nem? Mert 41 fokot mutatott az autó, úgyhogy 31-ig lemegy. Mindenségét neki, az komoly. Most valami hajnali meleg rekord dőlt meg, mert az külön mérik, hogy mennyi van hajnalban, az most megint megdőlt. Picit ijesztő, hogy mondjuk 1 fokkal dőlt meg, tehát nem egy ilyen fél fokocskával, hogy ilyesmi, hanem 1 fokkal. Hát azért az ijesztő, de mindig. Az ami újpesti sztori, hogy ott a nagy beton rengeteg van, ott nem csodálom, hogy megdől. Nem vész, honnan mérik, hogy mérik ezt? Hát ott minden beton. Újpesten. Persze, melegebb van, mint mondjuk Lipótvárosban. Kimegy, megnézi ezt, azt mondja, hogy megdőlt. Riasztás. Én is hallottam, Ákos mondta, hogy megdőlt tényleg, de hogy gondolom, vannak ilyen meteorológiai állomások, és akkor ott nézik ezeket, ilyen bekalibrált műszerekkel. De várjál, de aggódó arccal, belítékező homlokkal mondta az Ákos, hogy megdőltem, Balázs. Megdőltem. Megdőlt a meleg rekordom, mondta ezt Ákos. De most mit mondanak, hogy még csütörtökig ilyen? Igen, és akkor jön be egy hidegfront az országba. Aha. És akkor mit tudom én, olyan csütörtök péntek magasságában, még délen, délkeleten még várható a hőség, de aztán a hétvége. Már szombaton már lesz egy kis esőcske is itt ott. Én annak annyira nem örülök, mert már futóversenyek lesznek ezen a hétvégén. Ki vagy te, német Lajos vagy te? Hogy tudod hát csak akar lenni. Nem, csak szeretnék. Csak szeretnék, mert ő már futott például maratont is. Vele ellentétben. Tényleg? Padre maraton fut? Abszolút. Abszolút. De 50 évesen futott el az első maratonját, azóta már többet abszolvált. Ő nagyon komoly sportember. Nagyon tisztelem, becsülöm. És még az időjáráshoz is ért. Hát pláne. Pláne. Úgyhogy hétvégén egy ilyen vízerfutóverseny lesz majd a Ferihegyi repülőtér betonján. Aha, ez most egy ilyen kis tízecske, aztán rákövetkező héten meg ott lesz a vízer félmaraton, ugye, az ex-Nike. De mi egy kifutópályán futkoráztok? Ez nem vicces lehet szerint. Azt hiszem, hogy ez száműztek benneteket oda, miért nem a városba futtok? Ez a harmadik, vicces egyébként. Tehát ja, örülj neki, nem fog állni a város. Mondjuk ez igaz. Nem az, hogy mindenki cirkuszol, hogy miért kell futni az Andrássy úton, miért kell biciklizni a vízi hősök terén, menjenek ki a városból. Most kimentek, örülj neki. Bizony, mert úgy kell intézni az egészet, a nevezést is, meg mindenféle adatokat leadni, mint hogyha nem tudom, a Pentagonba mennél. De miért nem is megy az egyes Ferihegy egy vagy a repülnek, ott van a magánterminál például, tehát onnan azért szállnak fölgépek. Tehát, hogy lenne kaszálja olyan itt az ide érkező, nem hát tudom, nem, csak hogy én. Meg ha már benn vagy az egyen, onnan át tudsz menni a kettőre. Úgyhogy... Azért még futni kell egy kört, az arrébb van. Hát igen, kellenek ezek a biztonsági intézkedések, hanem itt tudom, érted, beviszek egy kulcsomat, ezt véletlen meghúzom Endinek a magángét. Ó, ne! Na, hát akkor ezt kapsz. Az biztos, elpopsíznak. Kiukaszod a kerekét, akkor mivel fog a Timi röpködni? Hát, most komoly. Mi lesz itt Timi programjaival, ha esetleg Endi magángépe nem indul? Úgyhogy mindegy, ez van, picit sajnálom, mert Ócsán is lett volna a futóverseny, képzeljétek el, és meghívást kaptam erre a futóverseny, és én Ócsát nagyon-nagyon szeretem, elsősorban ugye a gyönyörű szép templomuk miatt, meg a kis kanzem miatt, ami a templom mellett talált, a román kori templom. Nem tudok, egyszerre két ér nem tudok. A lábam itt, jobb lábam ott. Hát de elindulsz Ferihegy egyről, Ócsáig meg se állsz. Hát az egy 20-as. Na, és akkor ja, nem, onnan, meg a köztes. Onnan van az induló, és akkor Ócsán van a beérkező. Hát én átviszlek kocsival, fuss le. Elfutok az M5-ön a kocsisor mellett, mert nyilván lesz igen. Meg.
Nem, mert ott is 10, itt is 10. Igen. Akkor lefutsz 5-5 a Ferihegy egyen, igen, ott várunk ennyi. A kifutópálya végén Balázsra járó motorú gépjárművel. És ócsán befejezem. Átviszünk a felére, és ott befutsz. Nagyon jó. Na, és akkor két nagyon helyen, 1-1-5-össel. Az jónak tűnik egyébként, igen. Ott ócsán mennyit futnak? Az is egy 10-es. 10-es kell? Az is egy 10-es. Az nem tűnik annyira vészesnek. Nem. Aki le tudja futni, annak abszolút nem. De minden a székből szerintem. Ne kísérletezzünk ezzel. Az futkározó, akinek öt anyja van, gyerekek. Annál passzívabb sportot én kevésen nézed tudok elképzelni. Nézed a tájat. Rohadt unalmas. Igen. Annyira unalmas. Láttál a mosolygó futót? Várja, gondolom. Ugye, mindig csak szenved, vicsorog, izzad, hangol. Nem, ők úgy mosolyognak. Já, nem. Úgy mosolyognak. Figyelj, a felkészülés részében lehet, hogy vannak unalmas pillanatok, de már a verseny, az utcai futóverseny részét, amikor már tényleg ott a tömeg, meg ott vannak a szurkolók, meg ott vannak a csinos futótársak, akkor már nem annyira unalmas. Uh-huh. Sőt. Biztos, persze, fussatok, hát ez jó, nekem ez mondjuk azt csak mondom, hogy azért a futás nélkül a Rozsinak se lenne kondíciója. Szokott futni, Rozsi. Szerintem akad egy-két kilométer az ő lábába is. Persze, de más típusú edzéseket csinálják, ők nem futnak sokat egy-egy meccsen, ilyen 2-3 kilométer. Tehát ők nem azt csinálják, hanem fölviszik a pulzust ilyen 150-re, utána csinálják olyan gyakorlatokat, ahol megáll, utána megint hirtelen fölviszik. Tehát pont az egyenletes terheléshez képest megterhelik őket, pihennek, megterhelik, pihennek. Ugye ott az van, 20 másodpercet nagyon játszol, fél percet pihensz. Persze, más jellegű, az biztos, de más jellegű terhelés. Nagyon-nagyon-nagyon kell ott is a dinamika. Tehát ez az alapvonaltól alapvonalig rohangálás, meg alapvonaltól hálóig, meg hálótól vissza az alapvonaltól. Tehát hogy az kőkemény. Kőkemény. Mit tudtok ti a teniszről? Semmit, hát nem, mit tudtok a világon, de nem annyit, mint de láttunk már ilyet, hogy de rohangálnak össze-vissza rövideket. Van, rohangálnak, igen. Nem is néztem még a tegnapi eredményeket. Zsűl mostantól Eurosport minden reggel, jó? Jaj, nem már. Jó? Tedd már át nekem létszi. Tehát Zsuzsától búcsúzatok el. De nem, Demcsák nénitől, Kárász bácsitól, mondjuk attól nem nehéz. Nézzük már meg, még lehet, hogy Nadal játszik egyébként. Pont. Játszott Roger tegnap, nem tudjátok? Nem, most nem néztük. Nem? Most kivételesen nem? Kivételesen nem néztétek? Nem, most valamiért kihagytam. Nem, már Nadal nyert. Nadal nyert. Hála Isten. Jó van, akkor tovább jutod. Zsűr, csináld azt, hogy nincs meg az a rohadt csatorna, de tényleg most itt fognak, itt mész meg. Aha, és hát na. Nagyon, Cibulková! Jaj, de kis na, akkor nézzétek meg Ivanovicsot, figyelmetekbe ajánlom majd. Ő az Ivanovics? Nem, Cibulková. Ja, a másik az Ivanovics. Ő az Ivanovics. Hát te! Volt világ első. Igen. Több tiszteletet. Nem is mondtuk én rá semmit. Én csak néztem. Formáltam a szavakat. Aj, szegény belemett. Ki esett Tamar Ivanovics? Egy első forduló után mutatott. Na, Cibulkovát azért megrángatnád, nem? Mondjuk inkább ő rángatna meg téged. Az biztos, igen, hogy ott, ha nincs rendes műsor, olyat kapsz az a kézzel, hogy véged. Abban biztos vagyok, hogy Cibulková. Hát én inkább Ivanovicsot vigasztalnám. Ivanovics most nagyon szomorú vereség után. Mert ő egyébként kiesett. Na mindegy, hát ilyenkor nem fogunk már sok élő teniszt nézni, úgyhogy nem kell nagyon aggódnotok. De szomorú. Mert ugye éjszaka vannak leginkább a meccsek, de hát majd a nagy döntő. Na majd. A nagy döntő. Azt nézd. Az annyi. Ők a sikítósok? Nem. Hát, de mennyi? Van még egy-kettő, aki kiabál. Nem, ez a bulvár rész, ez nekünk nincsen meg annyira ez a, hogy most sikítós vagy nem sikítós. A Sarapova nagyon őrje. Ő nagyon őrje. Ő nagyon kiabál még mindig, de a Cibulková nem. Aha. Van izom. Na, ne. Jó, ráérünk még ezzel szerintem, nem? Ez még csak egy Cibulková Ivanovics. Mi lesz, hogyha nagyok játszan? Figyelj. Aha. Na. Adjál neki, te! Azért ez nem rossz. Na, ennyit erről. Szépen a szívem Sarovát Cibulkovát. Még ez közvetlenül a szabadságban történt, és semmiképpen sem szeretnék elmenni szó nélkül az eset mellett. Otthon elromlott egy technikai berendezésünk, és elvittem egy szervizbe. Az interneten néztem ki a megfelelő szervizt, ők konkrétan ezzel a típussal foglalkoznak. Ajaj, rosszat sejtek. Hát, igen. Szóval, hogy nem volt egy kellemes élmény, de mi lényeg?
mondták, hogy igazából nem volt semmiféle probléma, elvittem, monitorról van szó, leadtam a kis adataimat, stb. Leadtam a telefonszámot, majd értesítenek, hogy javítható a készülék, vagy sem, vagy hogy érdemes egyáltalán javítani, mert mostanában azért így szokott lenni, hogy beviszel valamit, aztán mondják, hogy 15 000 forint, de mondjuk 12-ért már vennél abból a készülékből egy újat is, stb. Na mindegy, esetre eltelt 2 hét, nem nagyon kaptam semmiféle hívást tőlük, úgyhogy rájuk telefonáltam. Következő történt, oda telefonálok, felveszi egy úriember a telefon. Zentessék. Akkor mondom, nem hogy ember, igen, csak ember. Igen, és számot. Mondom, hogy tetszik a számot. Mondom, milyen számot? Van egy szám a papír. Mondom, jó van, ha melyik is ez a vastagbetű. Mondom, jó van a vastagbetű, és bemondom a vastagbetűs számot. Nem javítottam. Hogy tetszik, nem javítottam. És mondom, nem tudtak volna esetleg telefonálni. Telefonáltunk, nem vette fel. Mondom, nem lehetett volna esetleg, nem! Hogy előre keresem a hibát. Esetleg még egyszer tele. Nem. De hogy magával is biztos, nem. Akkor jó. Azt ennyiben maradtunk, elment a monitorért, elhoztam, aztán kiderült, hogy sajnos tényleg nem javítható a készülők, úgyhogy bevittük a piros-fekete áruházba, ott ingyen le lehet tenni ezeket a holmikat, vettünk helyette egy újat, de szóval, hogy srácok, tényleg, tehát, hogy nem lehetne egy picit, úgyhogy elnézést, sajnos a készülék nem javítható. Legyen kedves bemondani a számot. Így van, próbáltuk meg önt elérni, sajnos nem sikerült. Ez a Jani karmája, tudod, de hogy, naponta három ilyenbe fut bele. Tehát, hogy de nem tudta, hogy én vagyok. Tehát, hogy nem de tudta, akkor hogy attól még te belefutsz, én 10 év alatt nem futottam bele egy ilyenbe. Persze, nem tudta, hogy a kopasz törpe az az 50-es villamosról, mert hogy szoktak emlegetni. Lehet, hogy rossz napja volt, lehet, hogy volt. Nem? Akkor se engedheti meg magának, nem, szerintem egy figyelj szolgáltatás. Volt. Nem tudott igaz? Volna, nem. Lehet, nem. Igen. Őszinte. Őszinte. Számot. Őszinte volt. Tudod, hogy nem. Hogy ezt így kell. De legalább várja meg, hogy mit. Hát tudod, hogy kérdezem már meg szegény. Te még nem mondta, még nem. Ja. Jaj. Szóval, hogy így. Itt tényleg csak ennyi, hogy legyen kedves bemondani a számot, a javítási számot. Most biztos, hogy félreértem ezt a dolgot, de hogy nem én vagyok az, aki munkát viszek nekik, várok egy szolgáltatást, és azért a szolgáltatás... De hogy van az? Mondd meg nekem, hogy van az, hogy te mindig ilyenekben... Hogy van az, hogy te rögtön kidobod, és veszel helyette egy újat, és ezért én bemegyek, megveszem, ott van, Hogy van az, hogy te tényleg lépten nyomon, te mindig ilyenekben ott lesz, ha sorba állsz, ha valakit fölhívsz, ha szabóhoz mész, ha mész töltetni, öngyújtót, ha mit tudom, esernyőt csináltatsz, ha Schusterhoz mész, hogy van az, hogy figyelj, itt még azt mondhatnám, hogy nekem, szólt a kopasz törpének az 50-esről, tudod, tehát, hogy nem nekem szólt, nem lehetettek a személyen kapcsolatos averziója az úriembernek, tehát, hogy nem tudod, ez a stílus, nem így kell intézni. De az elmúlt egy évben elmeséltél 10 ilyen sztorit. Hogy van az, hogy másnak mondjuk lehet, hogy egy évben egy nem van, lehet, nem lehet az, hogy ez egy általános jelenség, és azért tudod, sikerül nem elmesélni 10 ilyen sztorit. Hogy nem. Hát azért ezekbe te valahogy belebotlasz. Vagy ezeket te benyalod. A telefon keresztül érzik, hogy te vagy. Ja, értem-e, hogy az a baj, hogy ilyen nagyon alámenős a stílusom, nagyon megalázkodó, nagyon udvarias. Ja, és hogyha én is így telefonálnék, hogy na, mi van, kecseg? Hogy tetszik mondani, monitor? Milyen monitor? Amit bevittem. Mi van vele? Miért nem telefonáltatok? Tehát, hogy nekem is ebben a stílusban kellett volna. Ha én telefonálok, akkor valószínűleg egy másik Pali veszi föl, aki vagy a Feri, vagy a Zsűr. De tehát ezeket jó, de azért az általában... Igen, az. Igen. Nem, és onnantól mondom, kezdve meg már hogy hívják, hallja az ember, na hogy csúszik a térdem urván. Na de ez legalább olyan őszinte, mint a te Palid. Az a sebes Csebálás, az. Figyeljetek. És akkor, hát most hazudjak. Egyébként ugyan nem tudjuk javítani, bemondani. De adunk egy újat. Nem szoktam bemondani. De tényleg hogy van ez, hogy te egy hónapban 4 ilyenbe botlasz? Más egy év alatt botlik bele mondjuk mert egy ilyenbe. Mert én vagyok ilyenbe. Az egyetlen, aki ebben az országban javítatja a dolgot, és nem kidobja. Ezek a szóval nagyon hihetetlenek, hogy így tényleg, hát a taxisofőr, aki undok veled, a kisgép szervizben, a minden hónapban három ember, aki rodnán beszél, a közértben, aki félrelőg, a pénztárnál, aki beáll eléd, a buszon, aki beléd, tehát ezeket valahogy vonzod. Nem? De nem így van? Így, hát van, minden héten van három ilyen sztorid. Hogy és mikor aláztak meg ezeket? Nem is van egyébként, tehát hogy most konkrétan volt egy ilyen kis elírás az egyik ilyen szerződésben, mert pont ennek a monitornak volt egy ilyen gyári szavatossága, meg gyári garanciája, és akkor arra még ráfizettünk egy pár évnyit, hogy ezért mit tudom, 5
éven keresztül legyen rá garanciánk, és ott volt egy kis elírás a részükről, a cégnek a részéről, ahol vásároltam a monitort, és aztán így ezt én kiszúrtam, betelefonáltam ide-oda-amoda, és akkor így helyre tettük a dolgokat. Végtelen udvariasak voltak, és jó fejek voltak a piros fekete áruházban. Tehát, hogy tényleg nagyon jó arcok voltak. És ott a Móni vásárolt? Vagy ott voltál? Amit ne, ott álltam mögötte. És vagy nem? Vagyok. Mondd nekik ezt is. Most lebukok. Most kiszúrtam. Most megint lebukok. Kiszervettek. Nem. Mi az? Mit akar maga? Kiszervettek. Nem a kopasz nép az 50-esről? Akkor nem. Mondja meg a férjének, hogy nem. Nem tudom, tényleg vonzod ezeket. De hogy ott tök udvariasak, tök jó fejek voltak, pedig ott is aztán azt látod, hogy naponta mit 500-an mennek bevásárolni, tudod. És megmondtad ennek a csávónak, hogy nem kéne így beszélni? Vagy... Nem, figyelj, olyan. Jani nem ilyen. Hát most nem mondanád, de hogy elnézést tudom, én rendesen beszélek önnek. Ott pont az volt, hogy ugye viszonylag messzire is kellett utaznom, tök meleg volt, én is már hogy hívott, le volt. Nem, bementem, elintéztem, jó van, viszontlátás, az kész. Hát te, és a büdös életben nem fogom senkinek nem fogom ajánlani ezt a szervizt, komolyan. Tehát, hogy is ez így megéri. Elmentél. Nekik biztos. Elmentél, megpofoztak, eljöttél. Oda ment a pofonért. Igen. Jól van. Egy verbálisan szétrúgták. Jó, tudod, akkor most nem ajánlok senkire. Mert ilyenkor legalább ott van az elégtétel, hogy az ember elmondja, vagy helyre teszi. De hát te elmentél, kapták két pofont, hazajöttél. Így van. Ez két hete most ebben a sztoriban van. Egy klasszik Jani sztori, nem? Dehogy. Oda mentél, verbálba felpofoztak, eljöttél. Hagytad magad, jó megverni verbába, agyon vertek, eljöttél. Gondoltam rajta, hogy csináltatok egy ilyen pólót magam, egy hülye vásárló. Hogy véletlenül, igen, hülye vásárló vagyok, most oszt, itt vagyok, tessék. Tudod erről az elméletemet, hogy egyszer már ezeket neked helyre kéne tenni, te is megkönnyebbülni, nem rágodnál rajta két hétig, és sokkal jobb lenne a lelkiállapotod. Mert mindig odamész, minden jó, megpofoznak, verbálisan eljössz, ez mindig vereséget szenvedsz. Helyre kell tenni, hogy elragudjon, uram, maga miért ekkora paraszt? Nem, de tényleg. És akkor te hirtelen elgondolkodik, kizökkented, elnézést kér, visszavesz, hát ezeket nem... Ezeket a kommunikációs csatákat meg kell vívni, tudod, én mindig azt mondom, nem szabad hagyni. Nem szabad hagyni. Hát igen, csak egyszerűen tudod, hogy van benne, nem mindig szóval. Nem szabad, nem, jó uram, hát azért lehet normálisan beszélni, most ne állap. Megbántottam, megkérdeztem, tudja ki vagyok, a vevő, tudja. Tehát igen. Azért ezeket, ha felteszed neki, akkor ezek ki lehet? Nem. Tudja ki vagyok, tudom, hallgatom a rám, a törp az 50-esről, aki mindig megaláznak, úgyhogy nem. Van, tudja. Nem az, akinek ez a sorsa, aki ebben éli a nyomorult kis 40-50-60 évét. Nem, én a vásárló vagyok. Ez a karmád, nyugodj bele. Ki tudom fizetni egyébként a szolgáltatást. Valahogy, te tényleg, neked ez a karmád. Akkor hagyjuk is. Küldj vele még egy darabig. Bejössz reggel, elmondod. Megint, Jani, megint. És én tudni fogom. Jó napot, igen, mondja csak. Nem vagy, ne is mondjon, csak mutasson. Így van. Rossz kedved van, Jani, megint. Jó van, nem mondd el a sztorit. Úgy is hallottuk már százszor. Megint, Jani, megint. És ezt bejövök reggel, csak ennyit kérdezek. Megint. Látom ballábelt, de itt vagyok, rúgjon belém. Csak annyi, hogy hol történt. Dohánybolt, benzinkút, BKV busz, megint. Jó. Fel a fej. Ezt már adtuk feladatnak, hogy legyél kemény egyszer. Egy fél évvel ezelőtt emlékeztek rá? Az volt, hogy majd ugyanezt mondtuk el, hogy olyan, persze, aminek ez karmája sorban, is. Nem ja, szól, föllökik a buszon, nem akkor szól. Meg te vagy a kis köcsök. Persze, törpe, igen. Anyádért játszod az eszem, mert te rádiós vagy. Akkor meg ez van. Akkor meg azért. Tudod. Most akkor mit csináljuk? Menjek alájuk, legyek megalázva, de tényleg, tehát hogy legyek kedves, legyek, hogy legyek kemény, csoki, legyek kemény. Babettával jársz, anyáddal jársz, van egy macskát, hát legyek kemény. Pláne még egy kutyák is. Én az ilyeneket úgy helyre teszem, mint a húzat. De nem azért, mert hogy megtehetem, hanem mert egyszerűen az ember bántja, és utána tudom, hogyha nem teszem meg, akkor egy napot azon fogok rágódni, hogy de hülye voltam, de puha voltam, megint nem mentem bele, de pöcs vagyok, mély hagytam magam, én ott a hely, úgy kezelem, mint a húzat. Leteszed a telefont, és azzal, hogy kezelted, azzal el is felejted. Most te két hete itt izél. Ezen érted, kornyadozol. Én meg azt hittem, hogy a meleg miatt nem alszom. Mert helyre tett egy ilyen kopaszodó, kicsit megkeseredett, nagyon ronda felesége. Sokkal több volt, mint nekem. Lehet, hogy erről szólt a tök. Egy ilyen kiégett kisgépszervizes, érted, aki tudja, hogy a következő 20 évben turbizgépeket fog szerelni valószínű, meg van nyomorodva, és abban éli ki magát, hogy helyre tegyet benneteket. És hagytad magad. Fölpofoztak verbálisan. Ennyi volt. Helyre kell tenni, nem? Kéne. Nem szabad csicskának lenni. Érted, csicska? Érted? Ahogyan az én a élet filozófiám, nem az élet kemény, te vagy csicska.
Ennyi ez az élet filozófiám, nem az élet kemény, te vagy. Szerintem bejebb van most a Jani, sokat segítettél. Ennek mély igazsága van ennek a mondásnak, higgyetek el, nem az élet kemény, te vagy csicska. Ennyi. Na, akkor inkább egy olyan pólót csinálsz, hogy csicska vagyok, de próbálkozom, vagy valami. Tehát, nem, de most egyelőre olyan pólót csinálsz, hogy csicska vagyok, ne bántsatok, és ha majd elkezdesz próbálkozni, akkor már jöhet a csicska vagyok, próbálkozok. És a végül utána már majd elhagyhatjuk. Ennyi, bele kell állni ezekbe. Na most mondjátok azt, hogy nem jól mondom, nem? Hát én nem tudom, mert még nekem... én most indulok el az úton. Le kell, de nem ő miatta meg, nem az ő megrancaváljegyezés, hanem a te közérzeted miatt. Egyszerűen, ha valaki bunkó, azzal közölni kell, hogy te most bunkó vagy. Mert az neked egy kicsit jobb lesz. Én is számtalanszor nem közöltem. Régen beültem az autóba, és tényleg napokig mérgelődtem, hogy miért hagytam magam, hogy ez ennyire paraszt legyen. Miért vagyok puha, miért nem állok bele? Beleállsz. Kihúzod magad, és jobb érzést tesz, önbizalmat ad. De lehet, hogy Jani meg azért fog parázni, mert elmondta. Akkor most egy számot, vigyél még el valamit, és megmutatom, hogy kell, és én fölhívom. Na, most komolyan mondom, ha elromlik, vidd el, és gyere el velem, hogy én fölhívom. 10 óra, 10 perc, átmegyünk a szerkesztőségbe, megfogom a kezed, átsétálunk, odaadod a 26-23 turmix gép, vagy nem tudom, kézimixer, vagy nem tudom, hagymavágódat, vagy mit tudom én, mit. Basszus, hogyha most ezt hallották, ezt a beszélgetést, és tudod, mi lesz. És az is téged fog majd igazolni. Rájuk telefonálsz, és akkor jó napot kívánok, elnézést, mivel segítetek? Igen, nem, ne hozza be, értem együtt. Most a saját autómban. De nem mondom már nevemet. A gyerek várhat. Első óra, úgyis csak élményben számít. Nem értek. Értem együtt. Nem mondom be a nevemet, csak lemodellezem neked, hogy mit kell ilyen helyzetben csinálni. Ezt megmutatom. És akkor mit kell ilyen helyzetben csinálni, és hogy kell finoman, intelligensen úgy helyre tenni, hogy észrevegy, hogy ő volt a bunkó. Nem leszek paraszt, nem küldöm el az anyába. Csak finoman éreztetem vele, hogy ő abból él, amit én viszek neki, ezért ne legyen paraszt. Úri emberként fogom megcsinálni. A szátátva marad. Kihangosítom, megváltozom. De jegyzeteim közben első mondat. Igen, első mondat. Igen? Jó napot kívánok, Sebestyén Balázs vagyok. Nekem ehhez nem kell. Ezt kell megjegyeznem valahogy. Én a nevemet már csak akkor szoktam bedobni, ha nagyon nem akar kijönni, ha amit te meséltél, hogy van egy munkás, mosogatógép, szervizeljen meg, szereljen be, nézze meg, mi a probléma, nem kell ahhoz ő, akkor már végén álmodom, és akkor hát ki tudom csábítani. De ilyen helyrakásnál mondj egy nevet, bemondom neki. Leszek én Vég Béla is, vagy bármi. Ja, jó. Risotto. Na, szóval tényleg, megmutatom. És akkor, ha elindulok egy ilyen úton, akkor mind... Rá fogsz érezni az ízére. Jó. Hogy ez mindig számoljak be. Tehát akkor ugye bejünk reggel, és akkor na, tegnap csicska volt. Vagy csak kicsit csicska. Na, csicska volt. Nem az élet kemény, te vagy csicska. Ennyi. Nem, hát utána végigjárjuk azokat a helyeket, ahol bántanak, és akkor mindig ott állok majd melletted, és megmutatom, hol vagy? Az benzinkutat, gyere velem a benzinkutat. Melyik butasa, melyik volt? Az a néni ott, jó, gyere velem. Majd én kezelem, na mutatom. Melyik néni volt, mutass rá, kericsokkolom. Miért tetszik így bánni a gyerekkel? Miért? Kericsokkolom, miért tetszik parasztnak lenni? Nem kell annak lenni, hát mi vagyunk a vevők. De végigjárjuk ezeket a helyeket, és akkor megmutatom neked szívesen. De én ezeket imádom. És akkor még töltsél egy napot a Wikivel, na akkor meg aztán rájössz, hogy szorozd meg a Mónikát 3000-re körülbelül ilyenkor. Hát, hogyha a Wikivel eltöltök egy napot, azután meg is kell szoroznom a Mónikát 3000-rel, azt gondolom. Mert azért, ahogy hallom, a Mónit se kell félteni ilyen szituációban. Na ő beleáll ezekbe, ő beleáll. Na hát akkor a Wikit még azt mondom, hogy 4000-re szorozd meg. Ott van húzás a jobb karnak. De igaza is van, tehát jól csinálja szerintem. Na jó van. Akkor jobban vagy, hogy elmondtad, jobb, látod? Jobb. Most hát most, hogy így beledörgölted, hogy egy csicska. Mindegy, hát nem, én csak azt mondom, nem az élet kemény, te vagy csicska. Tényleg. Tök jó, érted. Na látod, így kell csinálni, hogy nem csicskázott le közvetlenül, csak elmondta, hogy egy csicska vagy, de ez nem rólad beszél. Ez is az egyik életfilozófiám a sok közül. Ez is az egyik életfilozófiám. Jaj, hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk. Jó van, most elmarad a tegnapi ismétlés, mert nagy életfilozófiákat mondogattunk, úgyhogy kicsit kézisztünk hát az időből. De hát ezeket annyit adtál cserébe most, érted? Tehát, hogy így senki nem hiányolja ezek után. Kinek hiányzik a tegnapi eszlimerizodos beszélgetésünk ezek után? Úgyhogy belevágunk a hírekbe, elkezdjük a reggelt. Jó, tessék nyugodtan jelentkezni játékra. Ha valaki szeretne velünk játszani, nyugodtan írjon. Gyerekek is ma a suli napos van. Nem azért mondtam el az egészet, hogy kapjak valakitől egy ingyen monitort. Nem, Misi, nem. Köszönöm. Nem, ez tényleg nem arról. Aranyos vagy? Nem ezért. Sőt, Jani már elmondta, hogy már vettek is, úgyhogy tényleg. Így van. Nem erről szólt a dolog. Na, jelentkezzetek játékra. Jó, ha játszanátok velünk, 1-0 ide.
Úgyhogy írjatok SMS, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc ma pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sok helyen szólunk, ébredezik az ország, irány az iskola, az óvoda, fő a tej, kanyarodik a kifli, a faj alatt, készül a kakaó, gyerekek. Járt iskolába, te. Ott vagyok, minden családban. Kicsi, öltöz föl, induljál már, menjél fogat mosni, hozd az iskolatáskádat, anya ez hol van, apa az hol van, apád nem aludva itthon, mi hol van, biztos a szeretőjénél, az mi, majd elmondom, ha hazajött az iskolába. Szóval, hogy zajlik az élet, ébredezik az ország, és mindenki megy iskolába. Óvodába viszik a gyerekeket, újra dugó a buszon, újra dugó az autópályán, az autópályán mondjuk egyébként is, az autóutakon, és mindenhol a városban. Nem? Most még jó is, hogy hát de mit tehetnénk még ezt hozzá? De most, te most tényleg. Tudod, mi a jelmondatom? Nem az élet kemény. Hanem én vagyok csicska. Ja. Aki úgy érzi, hogy szavazik. Bocsánat. Az. Na, hogy állunk? 1-0. 1-0. Jó van. Akkor játszunk. Itt van a játékosunk. Jó, megnézzük, hogy ki az ma reggel, akivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Jó reggelt! Jó reggelt, halló! Na, Mizu! Mizu! Adj egy pacsit, tesó! Hello, Robi! Honnan hívtál minket, Robi? Hello, sziasztok! Veszprémből! Ajj, te szép! És kivel szeretné játszani, Robikám? János szemeltem ki. János szemelted ki magadnak. Köszönöm a bizalmat. Azt reggel. Hittem már úgy kezdett, hogy a csicskám. Ja, igen. A kedd reggel, akkor összemérjétek. Gondoltam, még megrugdosom egy kicsit. Ne bánsad, miért kell megrugdosni, János? Ne bánsad, nem hallott, hogy van neki elég baj a kis gépzervizekkel. Hozd ki nekem gyorsan egy-két csicskalángos. Indítjuk az órát, 3-2-1, és tessék. Robi, ezek szerint hallgatod a sztorit. Hogy mondod? Hallgattad a sztorit? Nem, belehallgattam. Na, szerinted is csicska vagyok? Hát, figyelj. Csak őszintén. Viszonyítás kérdése. De János, az a helyzet, a tanácsodat kérnem. Na, parancsolj. Létkeztem. Félreléptél? Elfelejtettem a barátnőm. Csajjal, sváccal, kecskével. Hogy? Elfelejtettem a barátnőm születésnapját. Igen, basszus. Igen, igen, és már basszus. És a basszus is, és az igen is, igen, ott van. Szép a Gyani! Na, ki Robikám, a csicska? Így van. Robikám, ott volt egy igen, annyira beleérted igen, magad. Igen, igen, igen. Igen, hogy azt mondtad, hogy igen, basszus. Aj, de kár. De kár. Amint kimondtam, leesett, de hát már később volt. Á, minden. A jó tanácsom egyébként annyi, hogy ne törődj vele, jövőre is lesz. Ennyi? Lesz. Barátnő is lesz jövőre, ha meg lesz, meg évforduló is lesz. Születésnap is lesz minden. Köszi a játékot! Meg is nyugodtam, közi. Ciao, szia, Robi. Hello. Gyerekek, ahogy mi kezeljük az ügyeket. Ennyi? Hát de most mit parázzál? Ma jövőre duplát veszel. Vagy kétszer felejted el. Érted. Meg most akkor ez most egy szakító próbálja kapcsolatnak. Nem? Ha szereti, elnézi. Elviselik. Nem szereti, akkor meg. Akkor meg ennyi. Ennyit ér. Akkor meg kellett volna ajándékot venni. Így is van. Fogad meg a csicska talán. Tudjátok, nem az élet kemény, te vagy csicska. Szóval, de most ne az legyen akkor jelszó, hogy ízét, hogy nem az élet kemény, Jani a csicska, és mindenki ezt mondaná. Nem, te. Te vagy az, ugye az, hogy aki hallgatja, és úgy érzi, hogy kemény az élet, meg nem megy neki. Jó, azt és akkor gyerekek, nem az élet mindenki kemény. Egyszerre, mi az, amit ma tanultunk, akkor együtt a itt az iskolában, az első tanítási napon, az első osztályban. Nem az élet kemény, Jani bácsi csicska. Nagyon jó, ügyesek vagytok, holnap találkozunk, szervusztok. Na, jönnek az SMS-ek, vagy jöjjenek akkor az SMS-ek, ezt minden suli kezdéskor megcsináljuk. Milyen a hangulat? Üvölte a gyerek? Megitte már a kakaót? Hányan ülnek a kocsiba? Min veszekednek a szülők? Gyerekek is írjanak, anya összeveszette már apával. Hány kiló az iskolatáska? Mérjétek le, tegyétek mérlegre, küldjétek el nekünk. Keressük meg a legnehezebb iskolatáska tulajdonosát. Jó? Hány kilós? Állítsátok mérlegre a gyereket, az iskolatáskát, aztán a kettőt külön vonjátok le, adjátok össze, és írjátok meg nekünk, hogy kinek hogy indul ma ez a reggel. Mit csináltok éppen? Megette már a gyerek a reggelit? Be van-e már
összepakolva az iskola? Mit hallgattok a kocsiban? Megtörtént-e már az első nagy összeveszés? Hol vagytok? Mit csináltok? Sikerült-e felkelteni? Sikerült-e felkelteni? A gyerek mindig sokkal lelkesebb, mint amennyire a szülő lelkes, úgyhogy a gyerekek biztos, hogy fönt vannak. Kinél mi a helyzet? Jó, várjuk az SMS-eket. Nézzük meg, hogy hogy indul Magyarországnak az iskola kezdés, ki milyen hangulatban vágott bele szeptember első reggelébe. 3 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Jó reggelt mindenkinek! Hello! Ébredezik az ország, szeptember elseje, iskola kezdés, az a fránya csengő, az a fránya csengő. Bizonyám. Nincs csöngő hangunk, Zsül, nézze, ez nincs. De a klasszik régi. A klasszik régi, ne, azban nem mindenünk van, de csöngő hangunk nincsen. Ez nem. Apád már túl van a WC-n, az jó, akkor nem, te is tudsz menni. Az igazgató úr. Igazgató most megy megnyomni a csengőt. Igazgató úr már bement a budira. Így van. Istenem. Hát igen, nagy nap ez. Ne felejtsétek el, gyerekek, nem a szüleiteknek tanultak, hanem magatoknak. Amit az iskola adhat, az senki nem veheti el. Én az van. Egész életetekre elkísér benneteket. Legyetek alázatosak, tanuljatok, és becsüljétek meg magatokat. Hogy ilyen iskolába járat? Így van. A tudás hatalom. Nem akarnék oda járni, hol ti vagytok az igazgató. És én meghallgattam magyarul, és meghallgattam szlovákul. Érted? De ugyanaz érted, volt, hogy miért ennyire traumatizált a gyerekkorom? Hát ez gondold el, hogy ezt meg beálltam a általános iskolát, elballagtam, megérkeztem gimnáziumban, és... És akkor nálatok 2x1 óra volt a megnyitó? Nálunk 2x1/2 óra. Jézus. Oh. Poszlovenszki elmondták, aha, aztán magyarul is elmondták. De ugyanaz mondta el? Ugyanaz mondta el, igen. Persze, ugyanaz. Hát mindenki nagyon jól beszél szlovákul. Sose vagy annyira magányos, mint magyarul beszélőként egy szlovák általános iskola és gimnázium évnyitóján. Ahol mindenki szlovákul beszél, sose voltam még annyira magányos. Nálag ugyanak, de nem értem. Igen. Talán egy TV2 rócsó lennék még ennyire magányos. És a büfében most jött friss brinza. Akkor én versenyszerűen birkóztam, és a birkózó edzőm ismerte az akkori ottani gimnáziumnak a tesi tanárát. Aha, és azt mondták, hogy indul egy sportgimnázium, ahol tornászok, birkózók, akkor én versenyszerűen sportoltam, és napi 4 órát kell majd tanulnunk, és az egy sportgimnázium lesz a szlovák gimnáziumon belül. Csak elfelejtették mondani, hogy szlovákul. És azon a nyáron, amikor én oda kerültem, akkor leváltották az igazgatót, és jött az új igazgató, aki azt mondta, hogy természetes, hogy elindulhat ez a sportosztály, ha mi is tanulunk szlovákul. De nem ezzel volt a baj, hanem azzal volt a baj, hogy beültem gimnázium első óra, mindenki szlovákul nyom, szlovák feliratok. Én ezt nagyon sokszor elmeséltem. Majd bejött a történelem tanár, aki nem tudta, hogy mi egy sportosztály vagyunk, és úgy leadott 45 percet szlovákul. Az kemény. Ültem ott, balra néztem, jobbra néztem. Ők is balra néztek, jobbra. Azt se tudtam, hol vagyok. És a 41. percben szóltak neki, hogy na ez az a sportosztály, ahol egy büdös szót nem beszél senki szlovákul, és azt mondják, hogy jó, akkor viszont mind idegen nyelv tanuljuk a szlovákot. Az igen. És akkor én így jártam. Hogy mondják szlovákul, hogy nem tudok már semmit. Pörgess meg, ne légy csicska. Hogy mondják szlovákul, nem az élet kemény, te vagy csicska. Amikor leérettségiztem 96-ban, akkor nagyon jól ment. Tehát akkor hol van az már? De akkor is el tudtuk átmetődik a révkomáromba arcoskodni? Vagy mi, volt valami haszna az egésznek? Hát, mint idegen nyelv megtanultam. Akkor jól beszéltem, most az, hogy 20 éve az ember nem szólal meg, nem beszél, elfelejtettem, de 96-ban egészen jó, mert jó szlovák tanárunk volt. Mit idegen nyelvet tanultad egyébként? Semmit. Nekünk aztán nem kellett irodalmat, történelmet, nem tudom én, csomó tantárgyat szlovákul tanulni. Mert hogy mi voltunk a sportosztály. Nagyon erős gimnázium volt, 15-en kezdtünk, és 6 hajtuk abban. Hát többiek hova tűnt? Hova tűnt? Az jó. Várjál, ez több mint 50%-os. 6-en ballagtunk, abba hajták, átmentek másik iskolába, sose láttam még olyan ballagást. Nostradamus, és vége. Gaudiamus, Nostradamus, Igitus, tudod, mindent énekeltünk össze-vissza, és azonnal vége lett. Ilyen rövid sor, tudod, mire odaadták a virágot, már nem te kaptad. Anyád benyújtotta a virágot neked, de már csak az utánad lévő kaptam, olyan gyorsan ment a sor. 6 vagy 7 ballaktunk. Hát ez komoly iskola van. Ez történt. Jó lehetett, hogy mentetek egyik kötelebbről a másikra, tudod. Viszonylag gyorsan vége volt az egésznek. Kész, vége. Mindenki mehet haza. Igen, még be se hallgósították, be se kapcsolták a beakarfalakat, ami osztályunk már lement a lépcsőn, és már elballagott, igen. Ez a fő próba? Nem, ez az osztály.
Na, ugye kértük mindenkitől, hogy mérje le az iskolatáskát a gyereknek, csak úgy kíváncsiságból mérjétek le, és küldjetek el nekünk tényleg, hogy hány kiló a gyerek iskolatáskája. Jó, ez az első nap, ugye, mert sok helyen benhagyják a táskát, átvegyik. Nem kell, nem kell. De nekünk például még nincs könyvünk. Mi azt mondjuk, ma kapjuk meg. Tehát a gyerek ma bemegy üres iskolatáskával. Ja, hát akkor nem érjetek iskolatáskát. Van benne még a tolltartó, meg ilyen papírokat kértek válítólag. Én nem foglalkozom ezzel az ügyel túl erősen, én más osztályért vagyok felelős a családban, és ma beviszik. Te a hattáp vagy. Én a hattáp vagyok, persze, szellemi vonalon a béka mozog, és ma kapják meg a könyveket. Na most az van, hogy ma viszont azt haza kell hozni, mert ma van a bekötő nap. Ma van a bekötés, nap, igen. És akkor holnap tudok. De ez az elsőknél van így, nyilván aki. Második, hát azok már bemennek és elhozzák a könyvet. Igen, maguk, persze. Ők már rendesebbek. Szerintem ma veszi át mindenki. Nem? Hát látok, akkor, már akkor, megvan? Akkor nekünk valami odaadt, nem akarták, Stéler. Hogy igen. A biztonság kedvéért már odaadták előre. Ilyen vadonéknak adjuk oda, mire Jani becsomagolja. Oh. Tehát ma veszi át? Ma vesszük át, igen. Mi azzal indítottuk, hogy hát tegnap... akkor már nagy könyvkötés. Persze, ma este ezt mondtam, hogy videót csinálok. Én azzal indítottam tegnap, hogy kivertem a gyerek első fogát. Ja. Jó, én minden nap ezzel indítom, csak így van. Nem az első fogát, ezzel zárod. Én ezzel indítom, ezzel zárok, de nem, mondom, nem a fogára van. Pont szeptember, már nem leszek otthon a gyerekek. Miért nem bízott profira? Minden nap így indítom, igen. Szóval, hogy kiverted a gyerek fogmosás közben sikerült az első fogát, mert kicsit későn feküdtünk, bár megfogadtuk, hogy 8-kor a gyerek ágyban, hiszen ma iskola, ez áttolódott 9:30-ra, és akkor bejött, hogy mondom, hadd mossam meg én a fogat kicsit, hiszen holnaptól már iskolás vagy, ilyen gondosságot már csak apától utoljára kapsz, aztán a szabad élet van, és fölállt egy ilyen föllépőre, ahol így fáradt volt a gyerek, kicsit lecsúszott a lába, és abban a pillanatban lecsúszott a lába, én közelítettem a fogkefével, és a jobb egy puff. Jaj, szegény. Puff, hát egyébként is fogváltás van, de szóval nagyon klasszul. Nem baj, legalább nem fogy a fogsejem. Így is van, mondtam meg, hogy nem kell foglalkozni az ilyen apróságokkal. Pont befér a cigirágó. Vérbe úszott a fürdőszobába, a gyerek ordított. Holnapi iskola, ne kicsinyeskedjél már egy ilyen izé vacko, hogy a fogad oda van. Úgyhogy mi megvagyunk a lakhangulatra. Harmad ennyi fogad lesz, hogy... De ez tök jó. Figyelj, én láttam fönt az egyik ilyen celebritásnak a Facebook oldalán, hogy ő nekik az első osztályba az összes ceruzát fel kellett címkézni névvel. Uh-huh. Hogy ez nálatok is van, Feri, vagy ezt jelezték meg, de mert én erre nem emlékszem, hogy az én lányomnak elsőbe kellett volna most aztán meg pláne. Tehát, hogy ott van 40 darab ceruza bent a tolltartóban, és mindegyiken szerepelnie kell a névnek, a gyerek nevének. Ne, föl kell tenni, föl kell címkézni a színes ceruzát. Vagy azért nem kellett, mert nálunk nem loptak. Vagy miért? Hát gondolom azért kell rátenni a nevét, hogy ne lopják el, nem? Vagy ne tudják elrombálni. Már, hogy ki? Kezdesz egy iskolát elsőben, hogy fiam, fogjad a ceruzára, ráírjuk, ne, hogy elvigyék. Na és hogy ne lopják már. Hogy a második napos, hogy a gyerekeknek legyen még ceruzájuk, de hogy nektek nem szóltak, hogy én nem emlékszem, hogy nálunk, hogy ez valami speckó iskola. De nem lehet, az a celebi értett félre valamit, aki föltette ezt az oldalára? Tehát ő azt mondta, hogy címkézzék föl a könyveket, csak nem tudta megkülönböztetni a könyvet és a ceruzát, és fölcímkézte a ceruzát. Tehát nem lehet, hogy a celeb nem figyelt oda a szülő értekezleten, és fölcímkézte az összes színes ceruzát. Szülött, és abból indult ki, hogy... Fura iskola. Azt hallottam már egy könyvre tolltartóra, de hogy tollakra, azt nem igazán. Egyesével. Azt nem igazán. Az a filc, a színegyszerúza mindenre rá kellett írnia. Ki a celeb? De aranyos, kis fehér izé van, papírka rajta. És akkor én mindegyiket külön-külön. Mondjuk nem mondom, hogy én ezt bevállaltam volna, tehát a lehet még az első évben. Második, mert biztosan Móni csinálta volna. Még a halkimát elmormolok, hogy még van egy évem. Azért. Már nem van nekem az iskoláik, hanem a gyerek. Te... Az lesz, hogy egyébként, hogy a Balázs írja majd rá folyóírással, tudod. Azt majd figyeld. Hát ez ki? Hogy hívnak? Ki ez? Ki ez a ceruza? Akit nem tudsz olvasni, hát az aláírása ja, is tényleg, olyan, tudod. Is nem az ez a neve, az ez, hogy ne nyújj hozzá, mert megtalállak. Így van. Ne nyújj a fiam színes ceruzájához. Bárhol vagy üldözni foglak, bárhol vagy megtalállak. Ne, tök jó egyébként, mert csak annyit kell ráírni arra a ceruzára, hogy nem a tiéd. És a kollatok kezdve senki nem fogja lenyúlni. Na, nézzünk egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink. Kinek hogy indul a reggel? Gyermekem táskája 24 kiló. Ebből 2 kiló a Merjo embléma, és 5 kiló az aranydíszítés. Romeo küldte neki az SMS-t. 9,5 kiló, de rakta bele kavicsot, hogy erősödjön. 9,5 kilós iskolatáska, azért az kemény, igen. Nekem 1 kiló, de bagoly nélkül. Harry Potter küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy új tanév, új szendvicsek a portásnak, hogy adjon wifi elszó.
Aztán nézzük meg, hogy mit írnak a hallgatóink. Nekünk, nálunk a párom oldja meg a reggeleket egyedül. A nagyfiam suliba, a középjóviba megy. Mindez melléjük van egy 21 hónapos kislányunk. De általában nem szokott gond lenni. Nem egyszerű három gyerekkel elkezdeni így a reggel, de mindent ezt tiszteletem az anyukáé. Zoli küldte nekünk. Elvált apaként 100 km-re kocsikázom lányom iskolai évnyitóján, kelés 5:45-kor. Atyaisten. 12-es vagyok, az utolsó menetre készülök, izgatott vagyok, a kakó már bennem van, hetek óta vártam a kezdést. Ne depizete, srácok, használjátok ki az időt. Na, Peti. Hetek óta vártad a nyári szünetben nem, az utolsó? Nem, hetek óta van benne a kakaó, ja. Feri, nem tudod érteni. Vagy lehet, hogy ő az igazgató, ja, aki már várta a melót. Igen. Király, egy órája megy a hasam, a gyerek nyugodt, elsőbe vissza. Ezt Beti küldte nekünk. De Beti izgul valami? Hát gondolom, de csak igen. Tandemugrásra készül. Hogy tegnap beszéltünk ugye róla. Hát megy a has. Hát, vagy gyerekkel ugrik, vagy a gyereket azért még leteszi. Megnyugtatjuk Bettit, már meg ne idegeskedjen. Meg maradt otthon még a flekken sütésben 1,5 kiló faszened. Azt küld el. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérjük. Otthon mi is? Nyugi van? Nálunk? Gondolom, nem tudom. Persze. Nekem nem kéne ott lenni az évnyitó. De! Neked de. Miért kéne már? Halló, Betty Valász, ciao. Szia, Valász! Hello, morning show, szia! Szia! Megy a poci? Sziasztok! Hallod? Ennyire izgulsz a fiad első sulis napja miatt? Lányom egyébként, ja, lányom. De drága Valász, élő adásban vagyok? Abszolút. Igen. Szuper, remek. Hello. Gyerek nyugodt? Mi a helyzet? Ő halálosan nyugodt. Bocsi, kihangosítalak, mert vezetek közben. Nem bocsi, Balázs. Rendben. Jó, vettek. Csak egy rövid helyzetjelentést kérünk. Már autóban vagytok? Igen, igen. Már autóban. Itt vagyunk az iskolától, nagyon-nagyon. Tehát nagyon közel vagyunk az iskolához. Közel az iskolához. Általában ez úgy van, hogy a szülő sokszor ezt túl jobban stresszel, mint a gyermek, nem? Így van, izgatottan. Így van, ahogy mondod. Igen. És kis barátokkal igen. Találkozott már, vagy ma lesz az első nap, még nem volt évnyitó, nem volt semmi? Volt már évnyitó, meg volt ilyen délelőtt, mikor ismerkedtek, de egyébként vannak ismerősei a suliban. Vannak ismerősök, tehát mennek oda óvistársak. Így van. Jaj, de jó könnyebb. Az. Jaj, de jó az. És akkor halkan elengedett, könnyes szemmel integetsz neki, és a gyermek bevonul az iskolába. Ahogy mondod, nézd. Na, és utána mész dolgozni? Igen, nem, igen. Nem, hogy óra megy. Gyorsan. Mit de dolgozol? Te... Beti, mivel foglalkozol? Alkalmazott vagyok egy KFT-nél. Egy KFT-nél. Nektek is menni kell délután korán, tehát ilyen egy óra körül a gyerekért, így az első napon? Nem, vagy... nem. 3-4-4-re megyek, és szülői értet ezzel szerint indítunk. Nálunk el kell hozni egykor a gyereket. Miért titeket? Ahhoz az, amit áll. 3-4-4-ig az a jó. Az a jó. És még egy szülői. Jó az. Jó van, Betty, puszilunk, ügyes legyél. Jó, ne vicce, hát tudod, hogy a hallgatóinkat törődünk. Puszi, ciao. Hello. Hello, puszi, ciao. Hát én is izgulok, hogy mi van azért. Azt látom rajta, de ezt hát, látom, hogy olyan ideges, hogy alig bírsz így. Hát de most komolyan. Tehát, hogy nagyon aggódónak tűnsz. Beérnek-e? De állatok nincsen semmi gond. Béka nem írt még, hogy... Nem, tehát nincs. Vagy nem tudom, de az sem. Neki nem megy, nem az a típus, de azt se írt, hogy föl kell tűnk számát följom. Na jó, adod a följom, terápiás jelleg. Tényleg, mert látom rajta, hogy annyira izgulsz, hogy... De most érte, először megy iskolába a gyerekem. Na, nagyon jó. Tessék. Mindenképpen. Úgy viszed? Adod. Na. Megvan a feleségem száma, Laci. Ez jó egyébként, Feri, hogy legalább neki nem megy a hasa, mert minden belefér. Micsoda, mert minden belefér, vagy mi? Ezt a gyerekek már az iskolában van. Na várjál, följük Béter. Nekünk például el kell hozni egykor a gyerek. Hát, este ismerve téged, nem maradjon benne az a gyerek. Rossz iskolát választottad. Az első nekem az lesz, meddig marad a gyerek? 5-ig, akkor ide jár. A hívás kéréséhez tárcsázza az 5-ös kódot. Ez gombos, nem tudjuk tárcsázni. Miért? Várjál, az 5-ös kódot. Automatikus visszahívás de miért? Mi van, telefonközpont? Mi van saját telefonközpontot? Nem mártad, hogy béreltek valami kis külön a házba, a társasházban van egy telefonközpont. Béka! Ha a legutóbbi recepthez szeretne hozzájutni, nyomja meg a 4-es gombot. Ha a családi fotóra kíváncsi, nyomja meg a 2-es gombot. Nyomja meg a 6-os gombot. A feleségem nem az enyém. Best of koncert, nyomja meg a 7-es gombot. Hakni, nyomja meg a 2-es gombot. Ez az ővé. Na, tövőfékedés, nyomja meg a 0-es gombot. Azt nem, azért az hello bello. Aranysárga húsleves, jön a mennyosztrony, megérett a gyövetet. Te így csinálnád, de én ilyet nem vállalok.
temetés, nyomja meg a 11-es gombot. Síratás. Na várj, még egyszer. Sírásás. Ne, igen. Számlás megrendelés, nyomja meg a 11-es. Számla nélkül. Bármelyiket. Nincs 11-es gomba telefon. Nem mondtad, hogy külön központod van. Szök menők vagytok. Ugye? Egyébként tényleg van. Ha valaki oda tesz. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig és türelmét kérlek. Megőrülök. Hát most mi? Hát basszus. Az előbb is ezt mondtam. Van ebbe ennyi? Na megkérdezünk. Béka, itt vagy? Balázs, csáó, élőben vagy, hello, morning show, szia! Szia, Béka! Szia, jó reggelt! Hello, csáó! Na figyelj, itt ül egy aggódó apuka, és látom rajta, hogy itt jön, megy, járkál, a 8. cigijét szívja, annyira idegen van, a 10. kávéjához. Kis bejár a budiról, csatakos a pólója, amit akarsz, olyan, amilyenek még soha nem látta. Mi a helyzet otthon? Hogy álltok? Mi van az iskolában? Autóban vagyunk, reményeink szerint 6 perc múlva meg is érkezünk. Hányra kell menni? Üldöznek benneteket. Kicsit gyorsan megy, jó vezet. Igen. Hát én mennék gyorsabban, csak állok a dugóba. Állsz a dugóban. Hányra kell ott lenni, hogy ilyen korán érkeztek? Hát egyébként 7:40 az ideális, azt mondják, de most így, hogy évnyitó van, meg tanterembe, bemegyünk együtt, meg nem tudom, így a 7:30-at lőttük be. Hát távolságra megvan, csak még a forgalom nem biztos, hogy engedi. Nagyon fontos kérdés, hogy adhatok a gyereknek reggel enni, vagy hagyjátok, hogy az első nap bedöntse az iskolai büfét? Ő elveszi, amit enni akar. Azért mondom, hogy megreggelizett, vagy aztán kislányom, vedd el, ami a tiéd a büfében. Nem, ivott egy kakaót, de enni még nem akar. Szerintem azért most ő is izgul egy kicsit, bár én szerintem jobban. Tudod, és ezt hallják az iskolai büfében, és mivel süsű, mikor jöttek a katonák, hogy jött süsű, tudod, bezsalúzzák. Hát az iskolai büfében még le kell dílelnünk, hogy semmiképpen se adjanak neki semmit. Ez az, amikor, hogy hadd bécsi szeretes legyen szíves, ne csomagolj be, én teszem. Majd apám jön délután rendezi. Igen. Mukikám, életem, ott vagy? Igen. Szia, drágám. Mi van a fogaddal, amit apa kivert tegnap este? Még megvan. Megvan még? Jó, van, ennek örülök. Visszaragasztottuk epoxi gyantába. Izgul? Kérdezze, hogy van? Hogy van? Izgul? Hal téged is. Izgulsz? Hogy vagy? Mesélj egy picit. Hogy vagy? Hogy hívják a lányodat? Szemét brigandé. Hogy hívják a kisfiút? Hogy hívják a fiadat? Se! Se aljas! Muki, ne figyelj oda, ez egy csúnya bácsi. Jaj. A Balázs bácsi. Ne foglalkozz. Most kisfiam. Hogy is hívják? Hogy hívják a harmadik kisfiam? Panna, izgulsz, Panna, vagy hogy vagy? Jól vagy, nem izgulsz? Várod az iskolát, életke? Igen. Jó, és van, akkor hát ahogy megbeszéltétek tegnap a papuval, hogy a gyámügy kérdezi, akkor a fogmosás közben esett ki a fogad, jó? Nem azért, mert nem akar iskolába menni. Igen, nincs olyan, hogy apám kiütötte, nincs olyan. Na jó, már Béka, rendesen keltetek, időben keltetek, macerálmogatokra. Mondjál már valamit! Mondjad, Béka? Sokkal korábban kell, mert beállítottuk életünkbe először 6 órára, mert nektek nyilván nem ismeretlen, de nekünk az. Tehát először beállítottuk 6-ra az órát, és ehhez képest mindenki 5:50-kor már szem volt, és már készülődött, és öltözködött, és nem tudom, úgyhogy hát nyilván mindenki be van sózva, én bízom benne, hogy azért nem egész évben így lesz, hogy 5:50-kor kelünk. Nem, mert ez az első nap. Ez az első nap. Lesz az még korábban is. Persze. Csodával, határos módon az anyukám is megérkezett 7:00-kor, úgyhogy anyuka, a pálinkát elraktad előle? Igen, kiraktad el vasalnivalót, és elraktad el a pálinkát. Ez egy fontos kérdés. Kávét öntötte a pálinkás üvegbe, hogy nehogy csalódás érjen. Jó van. Na, sulizzatok, akkor puszilunk. Panna, ügyes legyél. Panna, ne felejtsd el, hogy ő még gyerek, nem a sülcsülköt és a palacsintatortát csak a nagyszünetben eheted meg. Puszi, sziasztok. Szeretlek, kicsim, puszi. Sziasztok, szia. Le. Ezt a gyereknek mondtam, hello. Jó. Gyerek. Puszi, csáó. Hello. Jaj, de cuki. Kik voltak ők? Fogalmam nincs, valami ismeretlen nőt. Aranyosak voltak, kivel beszéltél? Izgul, 5:50-kor sose fog többet felkezdeni. Nem is kell, szerintem is hülyeség. Meg az is ez a 7:40-re, minek érzem, 8-kor kezdődik, nem? Te mikor jártál be 7:40-re a suliba? Soha életedbe. Elsőbe bevitt anyád? Nem. Soha.
az egyetemen is 5 év alatt, ha benn voltam 4 órát összesen, akkor... De az is 10 volt a legkorábbi. Akkor sem voltam józan, úgyhogy... úgyhogy igazából sokat-sokat nem. Jaj, én egy komolyan mondom, jó, ez jó. Jövőre már mi is átéljük. Jövőre, jövő ilyenkor feljük. Na most például te mész majd az első évnyitóra? Én az első napokat biztos, hogy kihagyom, ha rádiózom. Biztos. Miért? Hát nem kell neked ott lenni. Zsák szaré. Ja. Miért? Hát nem te mész be. Hát miért igazgató? Zsák szaré. Hát mi másért? És Sebestyén úr, köreinkben üdvözölhetjük, ha majd nem. Miért? Egy zsák szaré. Ezért, na, egyébként anyád, vagy jó nélkül. Az aztán így főzessé anyád. Na, nem, szeretnék ott lenni, hogy bemegy, tudod, az egy nap, hát az ott első napja, hát ezek aztán nem jönnek vissza többet, tehát hogy valószínűleg akkor én kiveszek egy napszabit. Tudod, hogy megnézni, hogy megy, sétál az iskola felé, persze Viki majd fölveszünk. De olcsom, már meg is Szabi rakasz fel, és egy ilyen. Hát, egész, mert a szülőire, évnyitóra, inkább a Viki jár, az oviban is egyébként, de azért az első egy nap, hát azért az ember csak megnézi. Ez jó, jó. De egy bekommandozol majd. Tessék? És akkor ott ülsz majd ott a hátsó pontban. Meg a negyediknél, tudod, fönn van, és egyszer csak megjelenik apa szeme az ablakban, tudod, hogy izzadta, húzza föl magát. Csak így tovább! Egy menet vagyunk, Benny! Menj már innen, menj már innen! Apa, ciki vagy! Dobálj a ceruzát, menj már innen, menj már innen! Passzolj, passzolj, vagyok! Apa! Apa, ez egy iskolai testnevelés óra. Egy és kettő, ki a kukoros? Ki kezdi a kötélmázást? Én! Majd én! Nem, ott akarok lenni, ahogy nem tudom. Aztán lehet, hogy ez az ő harcuk, nem? Tessék? Ez az ő harcuk. Figyelj, te mindig felnőtt fejjel gondolkozol, az ember felnőtt fejjel gondolkodik, hogy persze új barátok, mindig 2 perc alatt 600 gyerekkel bandázik össze azonnal, és találja meg a nagyszájú, a nagyszájút, a visszahúzódó, a visszahúzódóbbat, és pillanatok alatt barátkoznak. Tehát ez hát így... ha az lesz a beszoktatás, mint nálunk az oviba, akkor én nem vagyok különösebben ideges. Tehát szerintem most az van, hogy odaérnek, ugye a béka fölkíséri a terembe, mert most még egyszer föl lehet menni, azt hiszem, vagy talán ezen a héten. Mekkora retro, nem? Most mi voltunk iskolásak, most még már kíséred a gyerekedet a terembe. Hát ebben ez a csodálatos egyébként. Tényleg. És? Hát semmi, és akkor a gyerek bemegy, anya, köszi, szevasz, ennyi lesz, szerintem. Ha nem, akkor tévedtem, de majd ez holnap kiderül. Hát, lehet, hogy a gyerek egyébként nagyon talpra esett, még nagyon bátor, aztán ez az új szituáció pont az ellenkezőjét fog kihozni belőle, hogy így egyszerűen nem fogja tudni levakarni magáról a béka. Most nem azért mondom, érted? De most te tényleg cseszeget? Most nem azért mondom, de szerintem így lesz. De szerintem szerintem pánik lesz, az egész tök frusztrált lesz, a gyerek gyűlölő fogja az egész. És... hűtőszekrény már betettük a sarokba, tudja, hogy hova kell menni. Ez nagyon fura, hogy tényleg így gondolkodom, hogy a gyereknek kevesebb a fogok, mert nyilván kevesebbet is fog elni. Érted? Nem, csak pépesebbet. Csak pépesebbet. Na jó, van, várjuk még az SMS-eket. Jó, kérjél, mekkora a káosz, kinek hogy indult a reggel, szeptember első napja, óvoda, iskola, kinél mi a helyzet, írjatok, mi van az autóban, kikivel veszett össze, felkelte a gyerek, megreggelizette rendesen, sikerült-e iskolába, óvodába szállítani őket, és ha igen, akkor hogyan. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos írja után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és vannak friss közlekedési híreink. Azt mondja, hogy a Kerepesi út a belváros felé elesett. Ezt Perec küldte nekünk, aztán Aszódon Kartal után félpályás útzár, óriási rendőri jelenlét, legalább 5 rendőrautó, rendőrök, kocsma lezárva kordonnal, fehér sátor előtte. Huha, Cinkota után már járható. Hát, ha a rendőrök kocsma lezárva kordonnak, fehér sátor, ott valami nagy. Az nagy baj. Rendőrnap. Úgy legyen. Reméljük inkább úgy az, legyen. De ott lehet, hogy ott valami kocsmai verekedés. Kocsma lezárva. Hát zárt körülrendezve. Igen, 10-esen a körforgalom semmit nem ér. Osan után áll a sor, kész van teljesen, sőt angol temető után áll a sor, nincs baleset, kifelé jó. Nagykörösi út a Pesszent Imre felső vasútállomásnál 3-as koc, alakul a dugó, ezt Linda küldte nekünk. Aztán a Tököli Dózsa kereszteződésben hamarosan nagy dugóra lehet számítani, mert a rendőrei minden kis nagy dobozos és lesötétített autót félreállítanak és ellenőriznek a keleti felé. Ezt Kriszti küldte nekünk. A H6 hév nem jár a Közvágóhíd és Pesterzsébet között, Wolf küldte, valamint a 4-esen a Ceglédi körforgalomban egy autó áll, amelynek leszakadt a lökhárítója. Süsű írta nekünk, hogy ott is mindenki menjen óvatosan.
Na, még egy-két SMS nálunk. Holnap indul a suli, mondtam a gyereknek, a könyveket rakja a táskájába, a pornólapokat megszedje ki, mert a tanárnő sikító frászt kap az első nap. Van már saját ilyen újsága a gyereknek. Nagyon szép. Fejlődik. Fejlődik az a gyermek. 6:30-7:00 ébredtünk, a Solymári dugóban állunk, az egyik gyereknek 15 perce van a Szentlélek térre érni. Atya Isten, a férjemnek már az Árpáti túloldalán kéne lenni, csak én és a legkisebbünk nem tud elkésni, mert még gyerekek vagyunk, drukkoljatok. Dóri küldte ezt nekünk. Nagyon ciki az első nap elkésni. Az nagyon. Az nagyon kellemetlen. Ne is beszéljünk róla. Ne stresszed magad, már ez elszabad. Mindegy, már hátrányan indul a gyerek. Megkérdeztük az unoka húgomat, hogy várja az iskolát, azt mondta, igen, erre az unoka tesója a tapasztalt iskolás, aki negyedikes, azt válaszolta, hogy ne várd, mert nem lehet délután aludni. És nagyon nagy érv. Jó. Igen, még el se kezdődött az iskola, de már elveszett a nyelvtankönyv a hetedikes fiamnak, ez Csilla. Imádnak. Küldte nekünk. Én a fiamat nem tudom kikönyörögni a WC-ből, annyira parázik, hogy szétrotyogtatja a WC-t. Lehet, hogy kimarad az évnyitó. Édesem, hát ő izgul. Valószínű, nem? Pedig óriási buli. Óriási buli. Hát azt lehet képzelni, 40 fokban. A fiam negyedikes lett, lógóra nyőszörögve ment be, hogy ő nem akar iskolába menni. Én már úgy vártam szeptember 1-ét, mint a megváltót. Nóri küldte nekünk. Tekintettel arra, hogy Szentendrén minden iskola egy utcában van, így Szentendre 7:30-kor elesett. Jött ez is SMS-ben. Hát a fővárosban is lesz gond, az biztos. Szállok be az autóba, szembe jön egy család, az első mondat a 8 éves kisrácról, nem akarok suliba menni. Ezt Krisz küldte nekünk. Na... Tanár kérdezi, hogy telt a nyár, diákok jól nagyon. Tanár erre, ennek örülök, na most komolyra fordítva a szót, ha annyira nem tanultok, mint tavaly, ide mindenki meg fog bukni. Nem megy senki érettségizni, nem érdekel. Nálunk így kezdődött az első nap. Szép, ez kemény, de legalább őszinte, nem? Hát most mit altasson? Hát meg a korábbi tapasztalatokból kiindulva mondta mindezt. Igen. A táskám 18 kiló plusz egy ruhatatyó, órarendet még nem tudok, félek a tanároktól, rettenetesen parázom. Üdv az igazgató. Ez nagyon jó. Most olvastam el a végét. Jaj, de jó ez. Na. Jól van. Oké, hát játszunk akkor. Jó, itt van a játékosunk, és Owen bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló. 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 Hello, szia, Oli. Szia. Hello, szia. Hello, Fari. Hello, Balázs. Hello, Jani. Hello, Oli. Honnan hívtál minket, csáó? Farmos. Farmosról. Farmosról, mit csinálsz ott? Hát semmit. Jó fizetnek. Az menő. De nincs munkád, azért nem csinál semmit? Vagy csak most nem csinál semmit? Hát most én szünetben vagyok, mert festő vagyok, de most pont szünet van. Mi a festő vagy? Szünet. De akkor ezt magadnak vetted ki, ezt a szünetet? Ez ebéd szünet? Vagy ez milyen szünet? Nem, ez most ilyen fáradási szünet. Jó, 8 előtt az ebéd száradási. Kicsit korai lett. Az igazán menő, gyerekek, 3-4-8-an ebéd szünet van. Gyümölcsnapot tartok. Délután 2-ig. Igen, és van, aki segít, vagy egyedül játszol? Egyedül vagyok sajnos. És mind dolgoztok éppen, vagy mind dolgozol? Letteltem, aztán most lekentjük egyszer, aztán most. Nem, most hagyjuk az emésztésedet, az most nem. Maradjunk a munkára. Tehát most letteltél, szárad, és akkor utána lehet festeni, nem? Igen. Hát persze, hát egy-kétszer az át kell kenni. Amikor így viszintbe hozod a falat, ugye, az a glettelés? Így van, persze. Magadnak kétszer, más meg egyszer, nem? Jaj. Jó is ez. Mit szoktál csinálni? Egész nap egyedül festesz? Hát egy magányos dolog. Igen, az. Hogy bírod az egyedül létet, vagy hogy egyedül kell dolgozni? Hát úgy, hogy rádiót hallgatok közben, titeket. Egész nap? Hát egész nap, így van. De aranyos vagy. Csabit is, ne az úgy már. Őt is már vele is szoktam beszélni különben. Szoktad őt is hívni? Jó fejfel is köszöntöttem, amikor névnapja volt. Sogy kumca. Mindig kis süni úgy szimatolsz közben. Mindig. Fölköszöntötted a Csabit, amikor névnapja volt? Így van. De miért? Meg is lepődött, röhögött is egy kicsit. Uh-huh. Bár nem meglepő. Jaj, ne jó az vagy. Na jól van.
Mutathatjuk na. Akkor, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni? Hát, mutasd. Először is. Megnézzük, meghallgatjuk. Hát mindjárt becsöngetnek. Kis, becsöngetek, ők is állnak az iskola aulájában, így van, és trécselnek a teli szülővel. Na figyelj, egy rövid kis részlet lesz. Ez egy sorozat, aminek sorozat? A főcím dalát kellene kitalálni. Szoktál sorozatokat nézni? Igen. Mit? A tegnap a Dr. Csontot néztem pont. Ez jó. Dr. Csont. Azt nem ismerem. Ez jó sorozat? Jó. Nem olyan rossz mégis. Nem olyan rossz. Na mutatjuk. A régi részek főleg. Mit énekelnek? Figyelj. Úristen. Ó. Oh. Euha. De nagy. Mutatjuk még egyszer. Oké. Ez nem a Tony Curtis meg a Roger Moore? De. De. Na, minden lében két kanál. Aj, de ügyes vagy, így van, igen. De ügyes vagy. Ez a minden lében két kanál, igen. Angol. Hát ilyen krimi, vagy egy, igen, 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 mi volt ez? Néztem én. Zseniális volt. Zseniális a zene, a két színész, két karakter. San Francisco utcái, meg ilyeneket néztem. Az tök más. Dempsey és Mépiszt. Dempsey és Mépiszt, persze. Hát ott a szőke csaj brutálisan jó volt. Dempsey és Mépiszt. Dempsey és Mépiszt. Jól van, Oli, ügyes vagy. Hát azért ez nem volt könnyű, de ennek ellenére nagyon, nagyon klasszul kitaláltam. Hát én régiket néztem mindig. Na. Jól van. Na. Hát minden oké, nem foltos? Máfa. Izgulok. Nem kell, már megvan az ajándékcsomag, úgyhogy küldjük neked. Na, jó, oké. Jó? Köszi. Menjék le, teljél egy nagyot. Na, hát minden jót, köszönöm szépen. Aztán dolgozz is picit. Aztán ciao. Hajrá, morning show. Köszi, ciao. Szia. Hajrá, formos. Óriási volt a süli effektus. Milyen hangot adott, igen. Viszint be a falat grettelni, mi nem szoktak a falat grettelni? De igen, de hogyha... lyukak vannak rajta, akkor betömöd, kicsit elgretteled, és arra festesz, nem? A viszintes, mutatom, az ilyen a glettelés a síkban történik. Jó lesz, hogy konyhapultot csinál. És egyébként meg igen, mert a Bali úgy glettel, hogy előbb eldönti a falat, legglettelés, visszaállítja, mert akkor nem folyik le. Aztán szépen. Nem haladtak a kőművesek, és még nem állt a fal, ezért megcsinálta viszintbe. Ebbe kötöttek bele a hallgatók. Ja. Jó? Örültem, hogy végre tudom, hogy mi ez a glettelés, érted? Végre valami szakmaiban otthon vagy. Teljesen hülye vagyok. Van még egy kérdés, a másik gyerekemmel kapcsolatosan. Aki... hol van most? Hát egyrészt, mert ha anyu... valaki látta, hozza vissza. Hát nem az, hogy anyuka van vele, ugye? Hát. Az a drága asszony, a csodálatos békának a még csodálatosabb édesanyja. Ő viszi majd az óvodában. Nem ez a kérdés, hanem nyáron elkezdtünk leveleket kapni, mert a Soma betöltötte még tavasszal az 5. életévét, és a védőnő elkezdett nekünk írogatni. Hogy jó lenne, ha most már az elmúlt 5 évben felvennétek vele a kapcsolatot. Így, ahogy ezt képzeld el. Azt írta, hogy van valami 5 éves státuszvizsgálat, már hogy 5 éves a gyerek, igen, hogy be kéne vinni. Ezt mondjuk minden évben meg kellett csinálni, vagy meg kellett volna, csak de nálatok van 5 éve. Elhusson. Mikor a védőnő csöngetett, akkor elbújtatok és nem nyitottátok kezeit. Mi nem vagyunk otthon ugye nyáron, ő ezért nem talált meg benneteket. A 13. kerületbe kell jönni, de ő most már nem jön ki, hanem levelet ír, és megkaptunk most még egyet. Már megúta a dörömbölést. Megkaptuk az utolsót, hogy 5 éves státuszvizsgálatra kell vinni a Somát, és oda van írva, ez egy gépet levél, tollal a bal felső sarkában, hogy 3. utolsó figyelmeztetés. Ja, hát... gyerekek, mi elveszik? Hívják, de várják, elveszik tőlünk a Somát, vagy nem veszik el a Somát? Tehát mi a következő lépés? Mert az volt, hogy 3. utolsó figyelmeztetés erre az 5 éves státuszvizsgálatra, amire természetesen nem mentünk el, hiszen nem kaptuk meg időben a levelet, és azt megkaptuk, de mi Velencén voltunk, nem vettünk át. Na most mi van? Lefoglalják, megy a közösbe. Közös? Szegény gyerek, de én nem akarom, hogy intézetbe kerüljön meg ilyenek. Ez ennyire macerás dolog, ez ennyire fontos, ez az 5 éves státusz. Nem, ezért is csodálkoznak rajta, hogy nem vittétek el. Hát de jól van a gyerek, semmi baja, fut, rohan, szalad. Öt évben nem is találkozhatok védőnővel? De volt egy nagyon jó védőnünk. A Spárba futottunk össze. Csak ővel összefutottunk, és akkor mindig így megsimogatta a Soma fejét. Jóval látom, hogy minden rendben van, és akkor így beírta, hogy minden oké. Az a védőnő elment, és van egy új, aki lelkes. Picit buzgó. Buzgé, de ez kell. Ez a vizsgálat? Mit néznek rajta? Ez a státuszvizsgálat, ez elég sok mindenről szól, ugye egy ideig csak kérdeznek, aztán már a gyerek még 3-4-5 éves, akkor ott már konkrét vizsgálatok vannak. Tehát megnézik a szemét, megnézik, hogy megkérdezik, hogy megy föl a lépcsőn, a végtagoknál van eltérés. Hogy lábbal. Fötről lelentről. Hallásvizsgálat, látásvizsgálat, megnézik a fülét, letakarják a szemét,
és akkor ilyen különböző vizsgálatokat, testi funkciókat néznek, hogy jól működik-e minden, van-e valamiben eltérés. Aha. És akkor kérdezem még a gyerek jelleméről bizonyos dolgokat. Szóval, hogy ilyen mentális, motoros, pszichés-szociális fejlődést néznek tulajdonképpen. Aha. Ez a státuszvizsgálat. Egyensúlyérzik ilyenek vannak? Hát igen, ha lerak el egy fél sonkát, azt mennyi időt teszi meg? Egy perc. Egyébként nálam meg úgy van, biciklizés. A három dolgot, a hallást, látást és az egyensúlyérzéket azt én egy mondattal intézem el. Soma, légy szíves, hozz egy fröccsöt, ami ott van a hűtőben, az alsó polcon. Meghallotta, tudja, meglátja, hogy hol a fröccs, így és van. Nem lötyögteti ki, megvan a három. Akkor nálunk vége a státuszvizsgálat. Jó, még mérsz egy fejtélykörforgatot, hogy mellette ilyen leméred, és meg vagy. Kiveszel valami régi varrodobozból egy ilyen mérőszalagot, és akkor meg vagyok. De most tényleg mi történik? Semmi nem történik. Hát a védőnőnek kellemetlen, mert neki azért ezeket be kell írnia, és őt ellenőrzik inkább, hogy ezeket miért nem csinálta meg, de veletek nem csinálnak semmit, ha nem viszed el. Neki kell ugye vezetnie a Somának a kartonlapját. Tehát, hogy most már lehet, hogy számítógépre viszik föl, nem tudom. De hát engedd meg neki, mert ő kerülhet bajba. Így van, mindenhez nem érthetsz, tehát, hogy mégiscsak kellemetlen, érted. De akkor bevisszük. Ne te csináld, hogy mondod Somának, hogy köhög Soma, most nyomj, mert eltűnt a hőmérő. Igen. Hagyd a védődőre. 5 percre pontosan 8 óra várunk friss közlekedési híreket. Mi a helyzet az utakon? Írjátok meg nekünk SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, már úgy néz ki, hogy rendben van minden, legtöbb gyermek megérkezett, iskolába, óvodába, kivéve aki késnek, hát akik Budáról mennek Budára, azok valószínű, hogy elsőn a bocsánatösbén. Igen. A Budán még mindig nem lehet közlekedni, úgyhogy ott igazából nem tudom, hogy ez mikor fog megoldódni. A fonódó villamos, meg a feltúrt Moszkva tér, meg ott az egész Bakcs-körút, Bakcs-csomópont, tehát a Buda romokban hever. Tehát a második világháború után nézett ki valószínű így. Utoljára nem is tudom, hogy mikor kell elindulnod egyébként, hogy odaérjél normálisan. Nagyon korán. Nem baj. Előző este lerakod a gyereket, az iskola előttig ezt megmondod, hogy várják kicsi, majd nyitnak. Nem baj, az elsősök, akik most aggódnak az autóban, vagy az elsősöknek, a lendő elsősöknek az anyukái, apukái lemaradnak esetleg valamiről, és ezért most ők aggódnak. Ne aggódjanak, most megy a jó fejeskedés, majd egy hét múlva mutatja ki, fog a fehérét a tanárnéni, az osztályfőnök. Meg a szülők. Benned van egy kevés tüske az iskola kezdéssel kapcsolatban. Meg a szülők, igen, hát az most még mindenki jó van, aztán majd. Sziasztok. Majd ti is itt anyarohat életben, hogy nem szabadul meg tőle. Igen, hogy miért nem vittél át a gyerekedet egy másik iskolába. A Tököli Dózsa kereszteződésében semmilyen igazoltatás nincs, ez Pálesz küldte nekünk. Tököli Dózsától keleti felé arra szól, Dózsa Tököli sarkánál halad a forgalom, a rendőrök sehol. Bableves, köszönjük. Mosonmagyaróvár után áll az M1-es, csak úgy, mint tegnap. Úgyhogy az osztrákok ott megint mindenkit ellenőriznek. Nyilatkoztak, azt mondták, hogy ez most elég sokáig így marad, úgyhogy. Lehet, hogy nem most kebécsbe menni. Egér út arra szól, csak a szokásos, az M0-áson az alacskai pihenő előtt az M1-es felé kamionok ütköztek, beáll teljesen, meneküljetek, ezt Betty küldte nekünk. M7-es Budaörstől Budapest felé áll, Egér út szintén, elindult a suli, elesett a város, üzente Dóri néni. Pontban zárták le megint a határt az osztrákok Hegyeshalomnál, már 4-5 kilométeres a dugó. Küldte Gábor, valamint az M7-es 132-es kilométerénél Nagykanizsa felé, a belső szalagkorlátnál van egy trafipax, ezt pedig Ákos küldte nekünk. Köszönjük szépen. Drágáim, tudtok valami információt, miért áll a nullás a 4-esnél az M1-es irányában? Előre is köszi, puszi nektek. Azt előbb olvastad ezt a balesetet, vagy ez nem ott van? Ki ezt olvastad, azt hittem, hogy te kérdezed tőlünk. Csak ilyen... Drágáim, mondjatok valamit, hogy miért áll a nullás a 4-esnél. Ez nem az alacskai pihenő az M1-es felé, vagy ez nem az? Nem, az a 4-es. Akkor nem tudom, mit olvastam. Mire gondolsz, hát M0-áson olvastad a kamionokat, az alacskai pihenőnél összeütköztek, nem tudom, hogy az a 4-es felé van, vagy sem, nem? Nem a 4-es felé van. Az egész az M1-es felé van az alacskai pihenő. Akkor nem tudom. De hát az alacskai pihenő az M7-es felé van, az jóval följebb van a 4-es után. Igen? Ezt most annyira nem azért meglepődnék, hogy az alacskai úti pihenőtől. Hát ha odáig a 4-esig visszatorlódott, akkor nagy baj van, mert akkor, az 30 kilométer. Az nagyon kellemetlen sztori.
Nézzétek meg a vazétokat, azon biztos fenn van, én mindig azt nézem mostanában, már is tök megbízható. Srácok, masszív vidéki vagyok, mi az a fonódó villamos? Mindig szóba kerül. Mi se tudjuk, csak használják. Budapesten átvettük. Na, mi ez a fonódó villamos? Ez a budai járatok, ahogy összeérnek, és akkor egy átszállással, vagy átszállás nélkül már sokáig lehet eljutni. Tehát összeérnek a villamosok, és nem kell 600 dologra átszállad. Igen, csak átszállsz egyikről a másikra, másikról a harmadikra, és így nagyon nagy utat tudsz megtenni. Igen, nem kell közben buszoznod. Nem polgatod össze-vissza, meg minden. Igen, összeérnek a járatok. Nem? És ez tök jó, így van. A kötött pályás tömegközlekedési eszközök egymásba kapcsolódása. Összefonódása. Ami kérdés. Értem. Bocsáss meg, de nem használtam ugyanazt a szót, nem magyaráztam ugyanazzal a szóval azt a szót. Olvastátok a hírt, amit hogy olvastuk volna? Igen, a múlt hét egyik legjobb híre volt, hogy kibékült Slash és Axl Rose állítólag. Na. Csillogott állítólag. A szemed, mi? Hát, megkönnyeztem. A békülés még nem tuti, a Slash nyilatkozta azt, hogy ő már ugye régóta, és talán most az Axl is tett egy ilyen lépést. Így de van. Még közös fotó nincs meg, hogy izért ölelgetjük egymást. Még nem készült közös fotó, meg nem volt nagy kibékülés. Az még odébb van, majd amikor még a szerződés is megírják, hogy hány százalékos részesedés jár majd a zenészeknek. A békülős világturné kapcsán. Mert hogy itt szerint, hát itt ugye az volt a probléma leginkább, hogy ugye a pénzen marakodtak. Tehát, hogy az Axl keveselte valószínűleg a 70%-ot, amit megkapott a 100-ból. 90 sokat azt a 30-at, amit a többiek. De tényleg a lóvén vesztek össze? Sok minden volt ott, igen? Egyébként, igen. Hát az, figyelj, az a világ egyik legsikeresebb zenekara volt annak idején, ott csak olyan turné volt, ahol 60 ezer ember van állomásonként. Hát ott olyan kasza volt, hogy abból mennyit viszel el, tök mindegy. Nem is tudom, hogy egyébként 20 évig hogy lehet valakivel rosszban lenni. Egyetlen emlékszel arra, hogy mi vesztél össze vele, vagy hogy miért vesztél össze? Hát 20 év után örülsz, ha megismered, nem? Hát, rosszban vagyok valakivel, ezt nem tudom elképzelni. Vagy ezt olyan nehéz elképzelni, hogy annyira haragszol rá, 20 év után azért az enyhül, nem? Vagy elfelejted, már mit tudom én, már nem foglalkozol vele, hát hogy lehet valaki 20 évig rosszban lenni? Azokat valószínűleg elfelejted, hogy mi vesztetek annak idején össze, vagy csak nem volt olyan nagyon nagy horderejű a dolog, de az viszont benned van, hogy rosszban vagy, tehát nem foglak fölhívni, hogy béküljünk ki, hiszen utállak. Na, az igaz, akkor meg igen, miért igen. Meg hát abban függ, hogy mi vesztetek össze. Mert, hogy például, ami mondjuk rockzenész körökben elég sokszor elő szokott fordulni, hogy valaki valakinek a jelenlegi csaját elszereti, aztán, tehát hogyha ilyen dolog van benne, akkor nem tudod elfelejteni. Tehát, hogy amikor konkrétan lenyúlja valaki a barátnődet, ugyanabból a bandából, amiben járt. Az mondjuk jogos, igen, de itt állítólag ilyen nem nagyon volt. Csak megtartotta a nevet az Axl, ugye, mint a Guns N' Roses, ő vihette tovább, és akkor a Slash megállítólag kicsit sokat drogozott, ezt az Axl nehezen viselte, ami azért fura, mert ezért ő sem drogozott keveset. Igen, ez egy gúnyos kacaj volt, hölgyeim és uraim. Igen, már valószínűleg egy csíkot elő leszívott fel. Ott nem volt olyan, aki ne drogozott volna, vagy ívott volna abban a bandában, tehát mindenki rettenetesen le volt pattanva. De nektek van olyan, akire 20 éve nem beszéltek, vagy 20 éve haragudtok rá, hogy 20 éve folyamatosan, ha szóba jön a neve, akkor merő utálattal tudtok csak róla beszélni? Van. Igen? Egy közös szerkesztő kollégánk, akivel még annak idején a Zene TV-nél ismerkedtem meg, és bármikor beugrik a neve, vagy valaki szóba hozza, akkor nekem hát megint szólva is megindul bennem. Mi az a tartalom? Mert egy aljas kis rohadék, aki akkor olyankor is hátba döfött, amikor nem számítottam rá, miközben egyébként én bíztam benne, és azt gondoltam, egy nagyon szimpatikus, nagyon rendes gyerek, és általában így is adta elő magát, akkor, amikor szemtől szembe találkoztunk egymással, aztán meg így mindenféle információk jutottak el ilyen kézen közön hozzám, hogy a háttérben mit összekavart azért, hogy mondjuk mi ne dolgozzunk újra együtt, miközben nekem meggyőződésem volt az, hogy mi egyrészt jóban vagyunk egymással, másrészt pedig, hogy szívesen dolgozna velem újra. Most így mondod, én is utálom, mint 20 éve. Ugye? Ugyanezért? Vagy valami más? Ugye, együtt dolgoztam. Ugye, hogy egy olyas kis rohadék. Ugye, hogy egy olyas kis görény volt egyébként, de tényleg. Nagyon jó. Nem is gondoltam rá, de most, hogy így mondtad, eszembe jutott. Tök jó. És amikor az volt a legjobb az egészben, hogy terveztünk egy közös műsort, és mi is gondoltunk rá, elhívtuk őt, hogy akkor legyen ő az egyik szerkesztőnk, mert hogy mindannyian mennyire kedveljük meg, hogy mennyire jól lehetett vele annak idején dolgozni, és aztán úgy kavarta a dolgokat, hogy ő benne volt abban az új csapatban, de én már nem. Júj, de nagy. Tudod. De azt nem tudod, hogy én mondtam neki, hogy te ne legyél. De az is igaz. De rajtad nem csodálkoztam. Mindig is egy aljas radék voltál, de így szeretlek. Te őszinte vagy. Bevállalom, hogy én és meg tudnál neki most bocsájtani? Tehát ha most fölhívnánk, és azt mondta, hogy Jani, figyelj, nekem én nem tudom, volt... Én tudom, kiről van szó, nem hívjuk föl.
Egy igazán aljas kis görény. Tehát akkor nem tudtuk megbocsátani. Igazán aljas kis görény. De lehet, hogy megváltozott, és lehet, hogy vannak okai annak, amiért ő annak idején így viselkedett. Persze. Lehet, hogy kávé mellett megbeszélni. Igen, hogy miért fordított félre értekezleteken, stb. És elfeledkezve arról, hogy mások is beszélnek angolul a társaságban, hasonlók, persze. Azon az értekezleten én ültem. Igen. De jó. A hülye azt hitte, hogy nem értem, hogy mit mond. Egy igazi mocskos kis félre. Igen. De egyébként mással kapcsolatban nincsenek ilyen indulataim. De nem jó egyébként ezeket a terheket cipelni. Csak amikor én nem mondom, hogy álmatlanul hánykolódom én is, és felriadok mesztelenül magzatpózból, felüvöltök az éjszakába, és beleültök, hogy vajon hol van most, és mit csinál. Tehát ez Miért nem tudunk kibékülni? Hát valóban nincs, de hogy ezeket a terheket lehet, hogy le kell tenni. Tehát most Axel és Slash is ezt a terhet letette. Lehet, hogy sokkal jobb nekik. Nyilván azért békül Axel és Slash-e, mert kilépett a gitáros az mondta az Axel, hogy ha még akarok keresni 36 millió dollárt, akkor muszáj visszajönnöm a Slash, mert már senki nem akar velem együtt zenélni. Ha valaha akarsz 90 ezer emberről fellépni a Rock in Rio-n, akkor most. Igen, a Duff már visszament, ugye, és most már muszáj gitáros találni, és nagyon más nem vihet szóba, mert már senki nem akar vele dolgozni. Tehát azért ebben van egy üzleti érdek is. De hogy közben az ember azon gondolkozik, hogy a fele se tudja, hogy ezeket egy jó-e magaddal vinni. Nem? Most nem azt mondom, hogy hív föl, vagy hívjuk föl, mert hogy közösen utáljuk ezt az embert, tényleg nekem eszembe se jutott. De most, hogy mondod, valóban megerősítés nyert, hogy én is utálom. De hogy lehet, hogy tényleg ezeket jól lenne. Ez aljasság, nem? De az aljasságot nehezen bocsátja meg vagy, az ember. Vagy miért kell letenni? Az is igaz. Tehát miért? Tehát, hogy most tényleg én gyakorolj a gesztus, miközben velem tették azt, amit tettek. De nem menjél felé, tehát nem kell nektek kibékülni, csak te engedd el a dolgot. Írd fel a nevét egy papírra, nekem sincsen ilyen, hogy szét. És dobd a tűzbe, és bocsáss meg nekünk. Nincsen otthon egy ilyen viaszbábum, amit minden nap 2-től 4-ig szurkálok, és mindenféle rosszat kívánok neki, és főleg a genitáliáit szurkálok. Fájjon. Véreset naponta 5-ször. De azért ez családban is nagyon sok helyen előfordul, hogy 20-30 évig emberek nem beszélnek egymással. Azért nagyon sokat hallod ezt, hogy ott a hugom, ott a bátyám, ott az anyám, ott a tesó, nem tudom, és 33 éve nem beszéltünk egymással. Azért az mindig nagyon fura ezeket hallani. Mondok nem? Két kiváltó okot, az egyik az örökség, azon nagyon sokan, nekem is van olyan ismerősöm, akiknek a szülei, azt hiszem, a második haláleset az volt 25 évvel ezelőtt, és valami rettenetes izén, hogy eladták egy millió forintos akármit, és azt nem úgy osztották el, ezért 25 éve ők nem beszélnek. Hát ha még egy millió forint, de amikor egy konyha kredencen, ugye ez? De hát, hogy miért a testvéreddel? A testvéreddel nem beszélsz 25 éven keresztül egy ilyen vacak miatt. Azt hittem, neked nem kell. Hát nem vitted el. Azért vittem el, mert te nem vitted el. Hát ha elvitted volna, akkor én hagytam volna. Oké, hogy elvitted el, adtad, na de a pénzt. Ja, hát azt nem tudtam, hogy az is kell. Ja, de hát én vittem el. Jó, de nagy vagy. Igen, hát én vittem, igen. Akkor ennyi a pénz, nem? Hát... Érted. Itt vanunk Laci a vonalban, aki annak a testőrbrigádnak a tagja volt, aki 92-93-ban Budapesten Axelékat védte. És mondja, hogy hozzá tud szólni az Axelős témához csak egy pillanatra. Hello, jó reggelt, Laci! Sziasztok! Ciao. Szia! Pont 92-93-ban voltak Magyarországon is. Így van, tehát mi ugye Prágába kezdtünk velük, és akkor még ugye Népstadion és intézményei volt. Így van, szakadó esőben volt neki, a Gánz koncert itthon. Így van. És a kinti koncertre is ugye kérték a magyar kísérőbrigádot, hogy annyira jó híre volt is szakmán belül, hogy így kerültünk mi a prágai koncertre, mint rendezők, vagy mint hát ilyen segéd biztonsági szervezet. Úgyhogy ott láthattam én test közelből, hogy már külön öltözött, tehát nem beszélt senkivel a zenekarból. Tehát, hogy már akkor sem beszélt senkivel a zenekarból? Igen, teljesen külön öltöző, senkivel nem beszélt. Hát ugye a bassgitáros ő volt a legjobban elkészülve mindig, de a zenekar összes tagja egyébként. Igen. Így van, a zenekar összes tagja nagyon jó fej volt, mert mindenkivel barátkoztak, ilyen összekapaszkodós fényképek, meg mert nem bírtak állni volt. Már. Valakibe bele kellett kapaszkodni mindig, igen. Úgyhogy ő külön öltözött, nem beszélt senkivel, és hát ugye volt egy érdekes történet, koncert után ő kiment szórakozni a városba, azt is külön, teljesen külön személyzettel. És az egyik ilyen történet az volt fel, hogy bementek egy kocsmába, az első ember, aki szembe jött fel, az kapott egy maflást tőle, majd a nagy hegyomlás testőre belépett elé, az kifizette az embert, aztán
eljöttek a kocsmából, úgyhogy... De mi, bement egy kocsmába, és az az első embernek, akit megadott, lekevert egyet? Így, teljesen így, nem. Beteg állat. Utána visszajöttek a szállodába, és mondta, hogy ő meleg ételt szeretne enni. És nem akárki kelt föl, hanem a szálloda igazgató. És mondta, hogy ő nem tud várni, ezt nem bírja ezt, és fogott egy nagy fémhamutálat, és így az üvegportálba egy kidobta az utcára az üvegportálon keresztül. Úgyhogy tényleg ez isteni gondviselés volt, hogy nem lett senkinek semmi baja. Hát meg, hogy őt nem verte nagyon valaki. Hát, mondjuk ott voltatok ti, nyilván nehéz ügy. Hát igen, meg az ő saját biztonsági brigádja is, ez elég nagy darab emberekből, mint Feri kb. Az a magasság. És azért kétszer csak olyan szíves. Csak ízom, hát. Mindenkinek más jut az életből. Mondjuk akkor ez elég jó pénz lehet, de én biztos követtem volna, hogy hát a 2-3-szor még pofán, mert azt meg is vagyok arra az évre. Tényleg mennyit fizettek egy ilyen ütésben? Hát ezt úgy nem látszik, csak magát a folyamatot, ugye meg érdekes volt, meg erre már készült az ő saját brigádja, mert már sejtették, hogy valami lesz, mert úgy helyezkedtek. Úgyhogy szerintem nem az első ilyen kirohanása volt. És oda ment a kocsába, megvert egy embert, és visszament a szállodába? Nem verte, egy masszást adott, ennyi, ívott egy sört, még aztán ott de ki kellett vinni onnan, ugye várható volt, hogy ott botrány lesz, tehát azért is utána már volt egy kis menekítés onnan. Úgyhogy ilyeneket csinálta a srác. Hát nem nagyon tudta jó dolgában, hogy mi legyen. De mondom, a zenekarral egyáltalán nem beszélt meg 92-93-ban sem. Ez egy durtás kisfiú, de nem? Kemény, de kemény. Bemegyek a kocsmába, megvernek valakit, aztán a testőről kimenekítenek. De nem beszélek a zenekarral is, külön öltözőbe öltözök. Hát manapságének már komoly következmény lettek volna, mert nyilván az első, aki odalépett volna hozzá, az Zimány Linda. és nagyon-nagyon profi volt olyan szempontból, hogy utána kilépett a színpadra, és hát az a végtelen profizmus, tehát azon ott nem vett észre senki semmit, hogy a zenekarban ellentétek vannak. Nem odállt a mikrofonhoz, és nyomott egy olyan koncertet, hogy megállt a levegő. Tehát tényleg végtelen profi volt ilyen szempontból. Ti Budapesten és Prágában voltatok velem? Így van. Ezért kaptunk egy emlékpólót is, mert ugye kint még kellett színpadot bontani, és arra is felkértek minket, hogy abban is segítsünk. Úgyhogy kaptunk egy emlékpólót ott. Az itthoni viszont koncertet. A pénzt nem utalták át. De nem, ezért minden rendben volt, tehát abszolút profi, ment minden. Hát az volt a nagy turnéjuk, a nagy világjáról, két vagy két és fél évig tartott maga a turné, amíg mindenhova eljutottak. Ez brutálisan nagy, ez egy világ egyik leghosszabb koncertturnéja volt egyébként, hát, ez a Use Your Illusion 1-2. Leszámítva a Scorpions búcsú turnéja. Jó, igen, és az LGT 30 éve tartó nagy búcsú buliát valahol éppen. Tehát, hogy ismét búcsú buli az LGT-nél, igen, leszámítva ezt. Na jó, azóta te voltál valakivel, vagy védtél valakit? Hát utána még ugye abban az időszakban, mi a YouTube-tól kezdve Michael Jacksonig, meg a teljes magyar élmezőnyi mindenkivel dolgoztunk, Ákostól a piramisig, a repülőkig, mindenkivel, tehát Metallicával, mindenkivel dolgoztunk nagyon sokat, úgyhogy lehetne úgy mesélni meg. Na melyik a legbalhésabb zenekar? Hát a Green Day. Tényleg? Mit ők mit csinálnak? Igen. Hát igazándiból ott ugye ez a nyárcserés dolog ez, ami nem volt annyira szimpatikus nekünk, hogy ugye kibe ment egy köpködési folyamat, és az azért annyira nem volt. De mi a szállodában tényleg? Nem, koncert. Nem, ja, koncerten. És te ott állsz előtt, színpad brigád előtt, és hát ez időnként van egy ilyen oda-vissza köpködés, meg iszonyat hangerő. Tehát a Green Day volt olyan hangerővel, hogy füldugon keresztül is fáj. Úgyhogy arra kellett figyelni többek között, hogy aki láttuk, hogy sokáig áll a hangfalak közelébe, hogy azokat is elvigyük onnan, mert transzba estek. Annyira hangerő volt, olyan erős volt. Hát mondjuk az nem egy hiba a koncerten, hogy azért az jól szól, vagy hangos. Hát azért nem az volt a baj, tehát tényleg jól szól, csak ők kifejezetten egy olyan hangerővel játszottak, amit egy-egy banda sem. Aha. Tehát voltak bent az Aerosmith-től kezdve sokan ugye a BS-ben, és ott nem voltak ilyen problémák, a Green Day-nél külön utasítás volt, hogy erre figyelni kellett. Mert... Olyan nem volt, hogy rajta kaptátok hátul a tarlost, hogy tekeri le a volume gombok? csendrendelet, este 10 órakor csend lesz. Jacko, milyen volt vele? Találkoztál, vagy a közelébe kerültél? Jacksonnal, mondtad, hogy Jackson-t is védtétek. Hát nem, mert ott igazániból színpad előtt voltam, főleg, tehát ott úgy nem voltunk a közelében.
ilyen szempontból, de hát ez egy ilyen aranyos element buli, tehát az nem volt olyan különböző. Ez a világ legrosszabb dolga lehet úgy koncertre menni, hogy te véded a színpadot, mert ott áll mögötted a világ legnagyobb popsztárja, Michael Jackson, és te nem nézhetsz hátra. Tehát neked a tömeget kell nézni. És áldal figyelni kell az ablakokat, ha nincs kereszthúzat, mert lerántaná a színpad. Egyrészt, meg igazániból azért volt váltás, tehát azért annyira nem meg ugye, a művész felé is kell, tehát egy picit azért valamennyire körkörös figyelem van, hogy azért a színpadot is kontrollálni kell, hogy ott mi a helyzet, de azért picit úgy lehet váltásonként, meg azért lehet egy kicsit úgy figyelgetni, de való igaz, hogy a közönséget kell azért kontrollálni. Na igen. Mondjuk más a közönség, egy Metallica, meg mindjárt repülők, mert azért, amit felsoroltál, tetszett a felsorolás, igen, Guns, Metallica, YouTube, repülők, Ákos, minden volt, igen. Jó, van, köszi, hogy elmondtad ezt, mondjad? Abszolút működik a jó tett helyében jót vár is egyébként, hogy itt adtuk a közönséget, ugye a nyári koncerten ott azért volt meleg az elején, és adtunk üvegeket, műanyagüvegeket, és volt, aki teli üveget visszadobta, azt hitte, hogy ez óriási poén. Ugye akkor elmentem, kicsit összevarták a szemlődökömet, aztán álltunk vissza, úgyhogy voltak ilyen kalandok, de hát ez úgy benne van, ez a dolog. Hát egy rockkoncerten azért ez megtörténik. Hm. Igen, igen. Laci, köszi, hogy elmondtad annyi ezeket. Annyi van, hogy annát visszakaphatom majd még egy kicsit. Jó, veletek is kapcsolatos a dolog, egyébként fogtok neki örülni, de ez egy meglepi lenne majd. De jó. Egy dedikált repülőkártya? Nem, majd valamit meg kellene, hogy kóstoljatok. Balázs, veled úgyis vannak közös szálaink egyébként. Na jaj, ha a női Nadine szálak, akkor azt most megkezd el. Nem, Nadine belül. Lúgsogorok úr. 1997 fenyves. Emlékszel arra a Timi nevű lánynak? Nem, a Nadira gondolok. Nadira én is sokat gondolok. Jó, lány. Lacikám, köszi, hogy elmondtad ezeket. Anna mindjárt visszaív, jó? Jó, és imádunk titeket. Köszönöm, csáó. Hello. Pedig egy jó kis sztori még, hogy mit tudom én, a Geszti bement egy tejjóba, és szétdobálta a túlról Rudika. Vagy valami. DJ Dominik, széttépett 3 Backstreet Boys poster. Viszont figyeljetek, összekevertem az alacskai úti pihenőt, az alacskai pihenőt, de az azért fontos, mert hogy az alacskai pihenőnél az M1 felé most nagyon nagy komoly problémák vannak, mert tűzoltók vannak, mint katasztrófa, de teljesen zárt. Egy rossz mondatoddal ezreket térítesz le az útról, ne törődj el. 6000-en fordultak vissza, és nem jutottak be az iskolába azért, mert összekeverték két ízére. Pöcs vagyok, de legalább kis pöcs. Na, drága hallgatók, keressük meg akkor azt a hallgatónkat, aki a leghosszabb ideje nem beszél valakivel. Jó, írjátok meg, hogy ki az a családtag, ki az a barát, barátnő, rokon, anya, apa, gyerek, szomszéd, aki 20-30 vagy akár 40 éve nem beszéltek, és mondjátok el, hogy mi az oka annak, ha még emlékeztek rá, hogy miért nem beszéltek. Egy összetört Orion TV, egy vissza nem adott 5000 forint, miért tart, vagy mióta tart a háborúskodás, és mióta nem beszéltek az illetővel. Egy eltört porcelán libapásztorlány a vitrínbe. Igen, két gumibanán az asztalon, hogy eltűnt. Emlékeztek a műgyümölcsökre az asztalon? Zseniális volt. Jó, tehát tényleg, járjunk utána, hogy biztos hallgatóink is azért ismerik ezt az életérzést, amikor összeveszel a rokonságban valakivel 20-30 éve, és talán már az okát sem tudod, csak azt tudod, hogy valamiért nagyon kell utálni. Jó? Írjátok meg nekünk gyorsan, előtte még egy közlekedés, helyretéve azt a káoszt, amit János okozott. Még egyszer elnézést kérnék. Palul sikerült mondattal. 16000-en késtek el az óvodából. Azt mondja, hogy torlódik a Váci út befelé, ráadásként a Megyeri útnál van egy koccanás, úgyhogy ott is figyelj mindenki. Attika küldte nekünk. Aztán Mosonmagyaróvár után már áll az M1-es, aki tud kerüljön, ma is óriási a dugó. Pont ma zárták le megint a határt, igen, a Hegyeshalomnál ez kicsit korábban jött, valami teljesen megállt az M0-ás Vecsés mellett, valami nagy baleset lehet, mert igen, a katasztrófa védelem, tűzoltók, mentők, rendőrautók, amin sziréna van, az a leállósávban megy arra. Már bőven a 4-es mögött van a sor vége, ezt a dugóból Doki küldte nekünk. Köszi, Doki. Úgyhogy ott is vigyázzatok. Jó, egy perc van, pontosan 8:30, jövünk, Ákos, hírei után.
ha már róluk beszéltünk, 3:49 lesz. Annyira rohadtul erőszakos vagy. Érted, megbeszéltük, hogy a repülőket fogunk nyomni. Szóval a repülőkről is, és Michael Jacksonról is, de hát ha már hosszabban beszéltünk a Guns N' Rosesről és arról, hogy Slash kibékült elvileg, ugye állítólag Axl Rose-zal, akkor egy jó kis You Could Be Mine, ugye. Ebben még Arnold Schwarzenegger is felbukkan, mert hogy ez ugye a Terminátor 2-nek volt az egyik soundtrackje, és hát amikor ugye motoroznak. Üldözik egymást, brutál jó. Arnold már akkor is nagyon jó fej volt, és nagyon jó marketinges, mert tudta, hogy abban benne kell lenni abban a klipben. Persze, igen. Úgyhogy jó kis Guns N' Roses. Na hát, ha összeállnak, akkor elmegyünk, nem? Az biztos. Így van. Na, hogy a repülőkre is. Jó kis repülők. Szerettem egyébként őket is. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink. Feri, a belső sávban egy lerobbant Alfa Romeo miatt a Margit körúton a Mamut előtt a Szél Kálmán tér felé torlódás. Nem, nem, csak parkol. Címezték. Szerintem csak leparkolt. Hát persze, bement a Mamutba, vesz valamit, mindjárt vissza, lesz, mentek tovább. Nyugi. Mennyi. Az alfások lazák, nem? Nem izgulnak. Megvárják a trélert. Így is van, hát hova siess. A menni kell, menni hát, kell. Nem. Időben kell elindulni, mint elhova. Abszolút. M0-as az M5 felé baleset miatt áll, 3 kamion összeütközött a 45-ös kavicsnál van a sor vége. Ez DNS küldte nekünk. Teljesen megállt az M0-as Vecsés mellett. Óriási baleset. Doki küldte nekünk. Katasztrófa védelem, tűzoltók, rendőrök, mindenki ott van. Úgyhogy vigyázzatok. Aztán a Bajcsi Andrássy kereszteződésben rendőr irányít sokkal jobb, mintha lámpa lenne. Egészen jól lehet haladni. A Megyeri után van egy koccanás, valamint a Váci úton befelé már torlódás is, úgyhogy ott is alakul a dugó, Attika küldte nekünk, és az M1-es az totál káosz, csak úgy, mint tegnap. Láttátok, hogy reagáltak a menekültekre a német foci drukkerek? Olvastátok tegnap azt a cikket? Nem, ez nem volt meg. Én erre az osztrák vonalra koncentráltam. Az osztrákok is rendeztek ugye egy szimpátia tüntetést, de a német foci drukkerek valami egészen elképesztő dolgot csináltak. Különböző egymástól függetlenül rendezett Bundesliga meccseken összerakták táblából, hogy üdvözlünk benneteket, tehát üdvözöljük a menekülteket. Ugye most a német kormány úgy döntött, hogy a szíreket befogadják, és hogy mehetnek egészen nyugodtan, nyilván vannak érvényes papírok. És egészen megható gesztus gyakoroltak, mert hogy pont ugye a foci szurkolókról szokták mondani azt sokszor, hogy szélsőségesek, hogy ultrák, meg hogy olyan nézeteket vallanak, és egészen eltérő vagy szokatlan módon reagáltak a német kormány döntésére. Kiraktak ilyen hatalmas nagy táblákat, ilyen nagy betűkkel. Gyakorlatilag az egész lelátót végig. Az egész lelátót, igen. Igen. Mondjuk ezek török bevándárlók gyerekei, ezek a futballdrukkerek már. Azt nem tudom, de valami hihetetlen volt ezt így látni, hogy vannak országok, ahol mondjuk így reagálnak rájuk, vagy azt mondják, hogy örülünk nektek, gyertek, és te hozod bennetek. Ez nagyon szimpatikus. Sokszor fúzás volt. Én azért azt gondolom, hogy például volt ugye másik nagyon szép ilyen gesztusértékű dolog, hogy az izlandiak közül például több mint 10 000 felajánlották, vagy jelezték azt, hogy ők szívesen befogadnának menekülteket, de azért valljuk be őszintén, sokunknak fogalmuk nincsen arról, hogy mivel állnak szemben, meg hogy mi az, amit felajánlnak. Mert ebben az esetben azért valljuk be, szinte pont itt beszélgetünk egyébként az Ákossal is, meg már több emberrel is a szerkesztőségből, hogy valahol az igazság az mindig a két oldal között van. Tehát, hogy azt látod, hogy ide kapcsolsz, akkor látsz egyfajta szélsőséget, oda kapcsolsz, látsz másik szélsőséget. Az egyik oldalon azt mutatják, hogy úgy beszélnek róluk, mint az Antikrisztusról, és hogy félni kell tőlük, tartani kell tőlük, és hogy ezek mind bűnözők, a másik oldalon pedig csak olyan fotókat mutatnak, hogy gyönyörű gyerekek, nagyon szimpatikus srácok, édesanyák vannak, stb. Tehát az igazság a kettő között van, én azt gondolom. Mert én is látom például a Facebookon azokat a beírásokat, amiket olyan hallgatóink küldenek, akik azokon a közvetlenül érintett helyeken laknak, igen, ahol... Vagy, akkor tehát, hogy más azért. Hogy más ez. Tehát Izlandon például nagyon könnyű véleményt formálni, nagyon könnyű mondjuk egy ilyen gesztus gyakorolni a migránsok felé. Nem akar oda menni senki szerintem. Tehát amikor, Izland nincs a célok között. Amikor tét nélküli a dolog. Igen. Igen. Tehát, hogy valahol az igazság a kettő közt van, megint azt kell mondjuk. És ezért, a gesztus ezért... a szép, csak más a felajánlás mondjuk, hogy a keleti pályaudvar mellett laksz, meg más, hogyha Izlandon. Így van. Hát mit ebben németeknek miért más? Hát oda fog menni rengeteg. 5 millió, 500 ezer, 200 ezer, 300 ezer, és azért mondjuk így reagálnak, hogy ezt kiírják, azért az mindenféleképpen egy gesztus. Azért ezt átérzik majd ezt közelből. Hát a vonatok folyamatosan most elindultak, és most mennek Németországba. Hozzáteszem, a német gazdaság valószínűleg el is bírja.
hiszen német gazdaság igen, az, ami az egész fogja, a hátán igen, viszi, a gazdaság tehát, másképp fogja kezelni, tudod, meg ott lehet, hogy van, van... Van is hova, van is miből. Igen, van normális körülmény, hova lehet menni, akkor azért úgy más a sztori. Tehát itt is könnyebben mondod, tehát nem a német szurkolóhoz fog menni majd a migráns. Tehát nem ő, ő nem azt mondta, hogy gyere lakjál nálam, ő azt mondta, hogy ez az állam, ahol én élek, ez rendelkezik olyan anyagi eszközökkel, és rendelkezik olyan vezetőséggel, akik ezt meg tudják oldani, tehát ide jöhettek. De itt szerintem nem, itt megint hasonlít ez a beszélgetés ahhoz, amit Anna mondta, de szerintem összemossátok a dolgokat. Nem. Mert az, hogy, pont az, egyébként hogy... Németországból lehetne mondani ugyanakkor ellenpéldát is, mert mondjuk a múlt héten meg arról szóltak hírek, hogy például egy menekülteket befogadó helyet felgyújtottak. Tehát, hogy van egy olyan fajta véleménynyilvánítás is. Tehát, hogy ott, ez megint két szélsőség. Nem, mi nem azt mondjuk, amit az Anna mondok, nem amiről a múltkor beszéltünk, illetve arról van szó, amiről a múltkor beszéltünk. Nyilván csak, hogy valahol sokkal, de sokkal árnyaltabb ez az egész helyzet, mint hogy feketé meg fehéren lehetne, hogy vannak azok, akik elfogadják, és szimpatikusok, és segítenek, és minden áron, és feltétel nélkül, meg vannak azok, akik elutasítják, és akkor ők a jók, ők meg a gonoszak. Tehát, hogy ez nem így megy. Te tévét én bekapcsolom bármikor, akkor annélkül, hogy tudnám, hogy ki van egyébként a képernyőn, annélkül, hogy ismerem ezt a politikust, tudom, hogy melyik párthoz tartozik két mondat után. Meg nem tudjuk, hogy, tehát ez egy kiragadott kép, érted, Németországból, nem tudjuk, hogy ott egyébként most a Facebookon mi megy, vagy hogy azok, akik nem így gondolnak a migránsokra, azok milyen transzparens tettek ki, tehát ez a kép jött be, tök jó, nagyon örülünk neki, de nem biztos, hogy ott is csak ez az oldal képviseli az álláspontját, lehet, hogy a másik oldal is megvan, csak az nem ért el hozzánk. Hát igen. Rengeteg elfogulatlan információra lenne szükség az, hogy az ember tisztán lássa ezt az egész történet, mert tényleg felmész az egyik portára, tudom, hogy melyiket szoktad látogatni, és oda felmegyek, és azt látom, hogy fényképes sorozat a migránsokról, és mindenki kivétel nélkül szimpatikus, jól öltözött, tiszta, tényleg ilyen barátokat, ilyen családot szeretnék azok alapján, a fotók alapján. Miközben meg belenézek egy másik műsorba, vagy felmegyek egy másik portára, ott meg mindenki bűnöző, kinézetű, meg mindenki olyan, hogy elkezdesz hátrálni, meg kiver a víz, hogyha rájuk nézel. Mert ott ilyeneket válogatnak össze, ott meg olyanokat válogatnak össze. Az egyik ezt akarja üzenni a magyaroknak, a másik meg azt akarja üzenni a magyaroknak. Pedig valószínűleg az igazság a kettő között van. Tehát vannak szerencsétlen rászorulók, akiknek tényleg segítőkezet kell nyújtani, meg vannak azok, akik a zavarosba halásznak. Aki meg megy a izére, megy a 800 eurós, hogy hívják rá. Mindenesetre maga a gesztus, vagy ahogy reagálnak, azért az szerintem nagyon szimpatikus. Itt is vannak emberek, akik kimennek segíteni, ne felejtsd el, tehát Magyarországon is van olyan ember, aki kint tölti a napjait a keleti pályaudvarnál. Csak itt azért nagy tömegekről beszélünk. Az igaz, hogy a másik oldal viszont egy elég masszív tömeget és véleményt alkotó embercsoport. A gesztus egyébként, meg minden egyes gesztus annyit ér, amennyit akkor ér, amikor már nem csak egy blöffről, nem csak egy kiállásról, hanem konkrét dologról van szó. Szerintem ez egyáltalán nem így van. Tehát az, hogy emögött nem biztos, hogy van konkrétum, és az a rajongó, aki föltartotta a Welcome-nak a V betűjét, nem biztos, hogy tesz valamit, de feltartotta, az legalább ér ugyanannyit. Tehát ez nem úgy vagy, az csak akkor ér valamit, hogy egy nép üzen, vagy egy foci szurkoló nemzetből a rajongók azt mondják, hogy igen, örülünk, és nincs bajunk veletek, és lehet, hogy itt békére találtok, az ugyanolyan értékű, vagy lehet ugyanolyan értékű, mint amikor valaki konkrétan tesz valamit, hiszen ezeknek az üzeneteknek azért ugyanolyan ereje lehet. Tehát ez nem azt jelenti, hogy én föltartok egy V betűt, és utána mondjuk ennyit tudtam tenni, de ezt mutatom a világnak, akkor azért az lehet egyenértékű azzal, mintha valaki vizet ad nekik. Tehát szerintem ez nem úgy van, hogy most hát azért föltartom, de nem csak semmit, akkor az nem ért semmit, dehogy nem. Hát ez az üzenet, azért ez egy nagyon erős üzenet volt, amit a németek üzennek. Én a tettekben hiszek. Uh-huh. Hogy elmész, segítesz, kimész, segítesz, vagy na de a hozzáállás azért mennyit számít? De miért a hozzáállás, az mennyit számít egy országnak az üzenete? Mit számít, hogyha utána az ember mondjuk beül az autójába és hazamegy, és egy olyan környéken lakik, ahol a büdös életben nem fog feltűnni egyetlen migráns? Hát az, hogy egyetértesz-e az idegen gyűlölettel, vagy az, hogy nem értesz egyet? Az, hogy beállsz a sorba és dobálod őket, vagy az, hogy csitítod a kedélyeket, és azt mondod, hogy nem őket kell utálni? Hát azért hogy ne számítanak? Én a tényekkel értek egyet. Na hát jó. Se az egyik szélsőséggel, se a másikkal nem értek egyet. Mert mind a kettő csak a saját igazát fújja, és igazából politika mentesen nem tud egyik sem hozzáállni a másikhoz. Mert ha ő átmond, ja, akkor én B-t mondok. Hát ez más, most a politikusokra gondolsz? Igen, de hát... Más, az de hát kell foglalkozni, szerintem. Hát
szóval nem tudunk nem foglalkozni vele. Na, de hát nem ő határozza meg a te megítélésedet, hát vannak embertömegek, akiket irányítanak, vagy bizonyos politikai üzenetek mondjuk célba érnek, az igaz, de azért a te megítélésedet nem kell, hogy azt mondani. Neked van egy belső igazságérzeted, amit gondolsz, ha értelmesebb vagy nem. Hát aztán politikai hozzáállás. Valaki elolvassa az óriás plakátot, csak azt mondja, hogy tényleg, hú, hát na most őket lehet irányítani nyilván. De hát politikai hozzáállástól függően tudósítanak, ezt mondta Jani, hogy ha valaki ezt gondolja, akkor olyan képeket közöl. Ha azt gondolja, akkor olyan képeket közöl, te meg ülsz otthon valahol, vagy ülsz Zalaegerszegen, hát nézed a számítógépet. Fontos dolgokat tud üzenni, vagy tudja irányítani a társadalmi megítélést, és akkor ha ezt sokan elhiszik, vagy ezt vagy azt az oldalt elhiszik, persze. Abszolút. És akkor már nem is úgy fogsz állni ehhez a kérdéshez sem, hiszen neked egy befolyásolt vélemény érkezett meg a számítógépedre, azt mondod, hogy minden menekül. Hogyne, hogyne. Hát ebben tök igazad van, persze. Persze, persze. Hát a mindenkori politikának nem csak itt, minden országban, ez sokszor azért egyfajta eszköz. Ugye? Tehát, hogy nem is a sokszor a megoldás a lényeg, hanem eszköz ezt vagy azt kommunikálni. Tulajdonképpen fontosabb az eszköz kommunikálása és az üzenet kommunikálása, mint maga a valódi megoldás, hogyne. Tehát a politika mindig ilyen volt, meg ilyen lesz. Tehát ez sajnos nem, ez minden országban így megy. Van egy társadalmi vagy akármilyen probléma, arról a politika kommunikál valamit, mert abból ő remél valamilyen profitot, nem? Tehát ez nem csak Magyarországon van, hát ez mindenhol, hát minden ügyes politikus ezt ilyen-olyan irányban kihasználja azért, hogy a szimpatizálása hát számát megtartsa, vagy éppen ha szükség van rá, akkor mondjuk növelje. És nem is biztos, hogy ez egyenlő az ő saját értékrendjével, egyszerűen csak nyilván kommunikálni kell valamit, mert ezek a politikai fogások. Hát aztán ez rád van bízva. Az igazán ügyes politikus ráadásul úgy teker meg, hogy észre se veszed. Tehát valamit állít, abban a pillanatban, és azt mondod, hogy igen, ez így is van, és valójában pedig a saját érdekeit. A saját érdekeit képvisel, és ahogy egyébként tegnap például felhoztad ezt az USA dolgot is, ezt az Amerika dolgot is. Hogy ugye Amerika nagyon sok helyen a világban úgy avatkozott be, hogy úgymond a demokráciának a védelmében, az emberi jogok védelmében, aztán meg így hosszú távon kiderült, hogy igazából másról van szó. Tehát, hogy vegyi fegyverekkel miatt háborút indítanak egy ország ellen, aztán kiderül, hogy nincsenek vegyi fegyverek az országon, csak hogy a legtriviálisabb példát mondja. Tehát, hogy soha nem tudod, hogy mikor tekernek be. Persze, de én szerintem akkor is a te megítélésed és az, hogy te gyűlölöd őket, haragszol rájuk, vagy tudod, hogy a legtöbb esetben kiszolgáltatott emberekről van szó, és nem hagyod, hogy olyan indulatos oldalak jelenjenek meg, amikor a 72 emberről. Hát én olyan kommenteket olvastam, hogy az ami elképesztő. Hát az ember nem akar ilyen országban élni. És itt nem csak a tettek számítanak, hanem az, hogy te kimondod, hogy elítéled ezeket a kommenteket, vagy nem. Ha nem csinálsz semmit, csak elmondod, hogy már pedig te nem akarsz egy ilyen országban élni, vagy te nem értesz ezzel egyet, az ugyanolyan fontos. Tehát én ezért nem értek veled egyet, hogy csak a tettek számítanak, én se csináltam semmit, de igenis kimondom, hogy nem akarok egy olyan országban élni, ahol azt kommentelik a megtalált kamion alá, hogy egyébként sokan vannak. Van ott még, ahonnan nem, ez jött, megérdemlik. Nem. Én sem csináltam vannak, semmit, de azért nem akarok egy ilyen országban élni, ahol így kommentelnek. Tök igazad tehát, van, de ne keverjük a dolgokat. Én ebben az esetben azt hallom, hogy vannak egyetemes emberi értékek, amik kapcsolatban nincsen vita. Tehát, hogy az, hogy mondjuk 70 ember megfullad egy kamionban, vagy pedig egy teherautóban, és hogy nem írsz oda egyetlen rossz indulatú kommentet se, vagy hogy nem tudsz azonosulni ezeknek az embereknek a véleményével, meg hozzáállásával, az alap. Tehát, hogy ez nem kérdés. Ez nem kérdés, én nem erről beszélek. Tehát, hogy ez nem kérdés. Egy percig nem tudok azonosulni olyan emberekkel, akik másik embernek a halálán értelődnek, meg hogy hívják, hanem pezsgőt bontanak. Tényleg minden ember. Az nulla. Abszolút, csak szégyelheti magát, és nem is értem, és megdöbbent ez a fajta indulat. Tehát, hogy az, hogy tényleg senki nem gondol abba bele, hogy akkor fordítsunk egyet a helyzetet, mondjuk holnap te kerülsz ebbe a helyzetbe, és valaki azt írja majd a te halálérdel, hogy egyébként megérdemled, mert neked kell menned valahol, úgyhogy fogod a gyereket kezét. Vagy ha nem is fogod a gyereket kezét, akkor mit tudom én, sétálsz. Szóval, hogy azért ezekbe így bele kell tudni gondolni, de az a fajta idegengyűlölet, ami itthon van, az engem azért mindig megdöbbent. Az mindig megdöbbent, és az igenis az egyéni hozzáálláson kellene, hogy változzon, vagy ott kellene kezdeni. Nyilván, hát aztán persze sokak befolyásolhatóak, ez is sokat számít. Na mindegy, játszunk egyet, hármasugrást, itt van a játékosunk, már is hármasugrást játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Gyerekek, csajok nem játszanak velünk? Csak pasik megint? Mi van? Igen, a lányokkal? Férfi nappal? Lányok viszik iskolába gyereket, mi? Anyukák. Így van. Anyukák nem érnek rá hármasugrás játszani, meg fekete fejére. csak férfiak játszanak. Ők fekete leves tisztel. Rolikám, honnan hívtál minket? Kőbányáról hívtam. Kőbányáról, mit csinálsz? Hát most éppen fekszek, itt van, el van törve a sípcsontom. Mi történt? Egyetek. Hát, labdarúgó baleset. Összerúgtál valakivel, vagy? Igen.
találkoztunk rossz időben, rossz helyen. Szép. Mennyi gipsz, mennyi időt kell gipszben töltened ezzel? Igazából nem gipszes, hanem itthon fekvő, és igazából mozgatni kell mindenképpen, varratok vannak, meg fémlemezek sípcsontba. Varrata, ez nem hangzik túl jól. Mennyi gyógyulás saján? Hát egy fél év. Jézus, fél év. De az nem végig fekvős? Nem, hát igazából már elkezdhetem terhelni, de még... Cipőt húzhatsz rá? Nem, az még nem virogható, van dagadva egy kicsit. Az nagyon hosszúnak tűnik. És akkor mivel mulattod az időt? Rádiót hallgatsz, és mit csinálsz? Olvasol, vagy DVD-zel? Hallgatlak, csak általában tévézek. És gyakorlat az egylábas dekázás. Igen. Jó sorozatokat lehet nézni. Igen. De csak nem töltem. Na, milyenek a kérdések, Jani? Mint a szél, úgy elviszi. Na nézzük. Így szól az első kérdés. Figyelj, kiről nevezték el a budai Váralagú út és a Széchenyi Lánchíd között található teret? Pestiként. Ez olyan kérdés, mint az alagút. Igen, és a Lánchíd között van egy tér. Mi a neve? Itt vagy? Igen. Térforgalom. Tök triviális. Nem á. Hát de tényleg. Hát én vidéki vagyok, de tudom. Hogy Bem József. Bejje Petr. Rajgám, ez a Klarkádám tér. Biztos hallottál róla. Klarkádám tér. Klarkádám, ezt mondtam, nem? Én nem hallottam, mert végig olyan halk vagy, pedig már maximum vagy itt föltolva a pultot, csak így botyogtál valamit, de nem hallottam, hogy mondtad volna. Bocsánat. Mondtad, hogy Klarkádám tér? Nem, igazából. Ne, ugye azért mondom, hogy... visszahallgattam volna az adást. Igen, ezt mondtam, nem, kérdezi tőlük. Akkor viszont jól hallottam, hogy nem hallottam semmit. Roli, köszi a játékot, rövid volt. Szevasz. Nem volt nehéz kérdés pedig. Ciao, szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Tényleg mondtad? Nem volt egy nehéz kérdés. 2 perc, ha pontosan 9 óra jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 11 perccel szép reggelt kívánom mindenkinek, reméljük eseménymentes volt a reggel abban a szempontból, hogy a gyerekek beértek az óvodába, az elsősök az iskolába, ott nagy az izgalom, mások pedig már rutinosan ugye behaladtak a kedvenc kis iskolájukba, és elkezdődött a tanítás, becsengettek. Okosodtak, szép. Okosodtak, nem nekünk tanultak. Iskolataska benn van, szendvicsek benn vannak, tanszerek benn vannak, csak a gyerek maradt itt. Kevin, hol van Kevin? Jó ez, jövőre már én is átélem ezen izgalmakat, és megyünk iskolába. Bizony, kiveszed egy nap szabadságot, ahogy mondtad. Hát, meglátjuk, mennyit a cennyi hát többet. Hát lehet, hogy egy más előtte azért egy kicsit már rá kell készülni. Hát arra 10 percre mindenképpen, amíg bemegy a gyerek, mert hogy csak mondom, hogy te nem mehetsz be. Tehát, hogy hát akkor beadom be 3-4-8, és akkor bejövök 8-ra. Tehát hát, az simán. Vagy megy a kommandózás. Igen, amiről beszélni. Igen, gyakorlat. Benni, itt vagyok a tornateremben. Itt vagyok a svéd szekrény mögött. Ügyesen ugorj. Na nézzük, mit ér a hallgatóink, milyen közlekedési híreink vannak. Nagykanizsa, M7-es szakaszán nagy a teherforgalom, óvatosan közlekedje mindenki. Csacsa írta ezt nekünk, hogy vigyázzunk. 4-es főútvonalán az 54-es kavicsnál trafiznak a rendéber őrei, kis Jány küldte. Aztán trafi a 26-os számú főúton Sajó-Szentpéteren a temető előtt, és a Miskolcon a bevezető szakaszon a rendőr laktanya előtt szintén mérnek. Nézem, hogy mi van még. Teljesen megállt az M0-ás vecsés mellett. Óriási a dugó. Doki üzente nekünk, valamint a Bajcsi Andrássy kereszteződésében sárgán villognak a jelzőlámpák. Illetve pontosabban a sárgán villogó jelzőlámpák helyett rendőrök irányítanak, és sokkal flottabb, mintha sárgán villognának a jelzőlámpák. Én még annyira szorongani kezdek, amikor meglátok egy ilyen rendőri irányítást, és hirtelen én kerülök előre. Úgy szeretem, amikor megyek a többiek után. Nem? Tehát az egy jó érzés, hogy irányít a rendőr, valamit ott mutat, te meg elindulsz, amikor mennek a többiek. De vissza szoktál integetni, nem? Nagyon koncentrálok, nézem a szembejövőt, hogy tartja a botot, hogy áll a keze, mikor kell indulni, és amikor nagyon szigorúan nézem, akkor elindulok. Vagy amikor a szembejövő elindul, mert általában egyszerre van indulás.
ez figyelj, az. És szépen elékanyarodsz balra. Olyan jó, látom, hol áll meg, előtte kerülöm, mögötte kerülöm, hogy kerülöm, hova megyek, elindulom, elindul a koncentrálás. Gyerekek, a suliban anya relax. Kaptuk ezt is SMS-ben. M0-ás Maglódi lehajtótól az M1-es felé már áll. Tünci küldte nekünk, valamint az M1-esen is Bécs felé hatalmas a dugó, mert az osztrákok mindenkit ellenőriznek, és hát hosszú időre kell felkészülni, mármint, hogy nem csak egy-két napig csinálják állítólag. Na, csak azért, hogy üzenjek a férjek nevében az anyukáknak, mert ők nyilván szemérmesek, anyukák relaxáljanak, picit pihengessenek, majd utána jönnek a mézesetek. Megint. Végre, mi után, mikor bementem? Siet haza, mi? Hogy? Várj, hát nincs ott van a gyerek. Hallod, hát azért újra egymásra találtok. Hát igen, csak sokan igen, aztán elmennek dolgozni, de például valakinek olyan munkájában, hogy reggel végez, délben hazamegy, nincs ott van a gyerek. Nálatok jelni, még a szomszédok is rágyújtak. Hát 10 után már nem lesz itt egy perccel. Most veszek egy bontatlan kókuszos tusfürdő. Bontatlan! Újra jó szagom lesz, mert van tétje. Gyerekek, elnézést kérünk az utcában, ha a fura hangokat hallottak, csak ünnepel a vadon család. Ünnepel a vadon család, ti is gyújtsatok rá egy cigire, és adjátok át magatokat az élvezetnek. Az a baj, egy rohadt nagy alvás lesz a végén, de a sárt. Az is jó, az is jó. Hát igen, akinél gyerek van, azért azt tudja, hogy két hónapig megoldani, ugye, itt a suli szünetet, óvi szünetet, hát gyerekek, az nem egyszerű. Azért az nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű feladat. A Toncsi Sarka Kata ügyel mi van? Hangfelismerő szó, szoftver, stb. Lemaradtam pár adásról, beszéltetek róla, bocsánat, kérdezi egy hallgató, beszéltünk róla, úgy zártuk az adást, ugye augusztus 19-én, nem bizonyító jellegű a dolog, de van egy a hangtechnikusunknak egy ilyen szoftvere, egy ilyen hangfelismerő szoftver, a sávokat, meg az intonációt, egy csomó mindent összehasonlít, ott nekünk az eredmény pozitív lett. Mármint, hát kérdés, hogy kinek a szempontjából pozitív, de ott nekünk az jött ki, hogy van egyezés. Lejátszott a Toncsi fonon is. És azóta Toncsi fonon bejelzett. Igen. Van egy másik hír is, hogy nem csak a mi szoftverünkön egyezett, hanem egy ilyen igazságügyi szakértőnek is megmutatták a felvételt, és nála is egyezett. Na, ott is kibékülhetnének már egymással, nem? Okay. Tehát, hogy ott se tudja már az ember, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Annyira nem is érdekel. Mármint abban a szempontból, hogy az adásilag jó volt, hogy ők itt egymásnak mentek, de... Egyébként nem. Nem forgolódtál álmatlanul napokig, hogy úristen, mi buki. Lesz. Az éjszakában, igen. Mert persze, meg volt belőle két megszólalásom, ezt két érted lapot. A gyerekek, katasztrofálisak a szülők. A gyerekek, nem az enyém, hanem írt egy hallgató. Aki eddig köszönt, az most nem. Aki nem köszönt, az most leköp. Egymást marják. A srácok csicseregnek lazák. Zoli küldte. De ti mind veszekedtek, mint szülők? Hogy hát a te gyerekednek szem az iskola táskája? Vagy mi? Sok minden, igen. Balázs Feri, Jani, a sorkatonaságról tudtok valamit? Lesz sorozás? Kérdezi egy hallgató. Vagy lesz-e sorozás? Nem, ez egy Balázs kiárta, hogy eltörölt. Tehát nincs. Engem nem érint, ugye, mert alkalmatlan kategóriám van. Te voltál katona? Nehogy voltam. Bármikor lehetsz még úttorlasz, Feri. Nem lehetsz, hát nem vihetnek el. Nem harcolsz, csak keresztbe fekszel az úton, aztán annyi. Mondom, hogy nem. Mögé telepítik le a PK-nek. Mondom, hogy nem. Tehát még egyszer mondom, nem lehetek, hiszen alkalmatlan vagyok. A gulyás ágyú mellett neked helyed van, oda szakképzett ember. Az egy másik dolog, na akkor meg megint mit keresek ott. Nem, ez egy régebbi hír, hogy ugye, amit most összemosott egy csomó portál, de ezt én is olvastam, hogy most akkor újra hatkötelesek leszünk, így mindig, akik 40 év alatt vagyunk. De hogy ez nem egy mostani. Ez egy hatalmas kacsa. Ez egy hatalmas persze, kacsa, így persze, van. valamit félreolvastak. Még itt 2010-es vagy 2011-es hír volt, amikor ugye az országgyűlés bejelentette, hogy összeírják a hatköteles férfiak számát, és azt hitték sokan, hogy ez most történik meg, és újra kötelező lesz a sorkatonaság, vagy hogy nekünk be kell vonulni. De ti már ne aggódjatok, mert azt hiszem, hogy ez 40 éves korig van. Akkor tehát én még egyébként vonulhatnék. De nektek már nem kell, hát ti már így 50 felé azért már nem 50. Kell. Nem kell vonulni. Szóval a hír abból a szempontból igaz, hogy volt erre próbálkozás, hogy összeírják őket, de most nincs nem, erről szó. De ez egy 3-4 éves hír. Egyébként ezt sem értem, mert hogy tényleg, hogyha mondjuk speciálisan mondjuk egy-egy fegyvérnemről lenne szó, és itt például megint a hadtápra gondolok, Feri esetében szerintem igazán tehetnének kivételt. Tehát, hogy de miért akarsz engem berángatni ebbe a hülyeségbe? Sőt, én kezdeményezném azt is, hogy akár új rendfokozatokat is bevezessenek, például a főztörzsőrmester. Főztörzsőrmester, igen. Ott neked egyébként például lenne vegakaja? Kell biztosítani a katonaságnak? Szerintem most már kell, vagy kellene, mert azt mondjuk tudom, hogy a NATO-nál teljesen egyértelműen van. Hát most itt baj lenne, hogy és elvinnének benneteket.
Engem nyilván nem, de ha engem meg elvinnének hagymakenyérszalonna, hagymakenyérszalonna. Nem, akkor nálad hagymakenyér. Hagymakenyérszalonna, hagymakenyérszalonna, meg egy vega hagymakenyér. Te elképzelhetőnek tartod, hogy kapsz külön vega kaját? Mert én biztos, hogy nem. De tehát már nem is lesznek katonák, hát ne aggódjatok. Itt most ugye a határvédéssel kapcsolatban vették számba a honvédséget, de nektek nem kellene. De azok szerződésesek, meg hivatásos állomány. Nektek nem kell, nem kell. Ha Jani bevonulna akkor is, ha bármennyi éves lenne. Majd én megyek. Az is igaz, hogy jó, te mennél. De, tehát, hogy akkor hagyd, neked az megváltás lenne. Hagyd dobjuk vissza a labdát, hogy ebben az esetben mondjuk te lennél egyedül veszélyeztetve három közül a koronnál fogva. 40 év alatt vagyok, így van. Tehát én a 38 voltam idén, ugye? Az azt jelenti, hogy még van két éve. Hát az én katonaságom az, aki velem jönne be, az hát, gyerekek. Az hello. Szerintem az első nap annyi lenne nektek. Lenne egy öröm század. Ja, ha velem a média század, tudod. Ha velem vonulsz be, ott jó buli van. Mondjuk, ott jó buli van. Ébresztő reggel 3-4-10. Tehát onnan indulok. Hát indul, ha odáig eljutnánk, mert onnan indulok. Szinte biztos vagyok benne, hogy először, hogy felröppen a hír, életedben először fordulna elő az a dolog, ami akkor bekövetkezik, még pedig az, hogy elkezdenéd magad öregíteni. Én már elmúltam. Mindent bevetni. De még tételezzük, hogy tessék, be kéne vonulnom. Mi volt az utolsó? 9 hónap. Ugye talán az volt a legutolsó, aztán véget ért. Vagy még volt fél év is, talán nem tudom. 6 hónapos is. 6 hónap volt, igen. 9 hónap, 6 hónap, és utána lett vége. Na, az aztán teljesen értelmetlen volt. De mi van a bevonulásnál? Utána bevonulsz, és megnézném, hogy hogy tudnám megreformálni az első, a hadkötelességet. Első ugye van az egészségügyi felmérés, jó vagy, utána a ruhaosztás. A barna alsógatyákat szépen fognál így egybe, stokiba, és akkor ott elkezdeni, hogy én csak a Dolce & Gabbanát mondom. Stoki, ez a kis szekrény, amire pakolsz? Az ne, a stoki az a szék. Ugye az a szék, és akkor az stokira hajtogatod. Az egy kis székecske, amire úgy kellett ráhajtogatnod a ruhát, hogy egyik oldalról se lógjon le. Tehát tök értelmetlen dolog, de... Hát már eleve tényleg a barna alsóknál megkérdezni, hogy ezek most szennyesek, vagy tényleg ilyen szűrű? Ezek tényleg ennyire ronda, undorító, hogy ez zöldes barna színe van. És akkor meghallanám azt a mondatot, hogy atomvillanás balról. Nem, ott nem tudnék más, csak röhögni. Ti, akik alázatosan levetettétek magatokat a földre, érted, és azt barról gondoltad... Barról sebesség! Kiégett a szeme, maga halott, magának annyi vége van. Szóval komolyan mondom, ekkora baromságot, hát ez hihetetlen. Atomvillanás balról, látom a stokit közben. Atomvillanás balról, csak jól nézd meg, mert úgyis a kétszer látod. Ugye ez volt a felkiáltás. Így. Bevetetnéd a kis katonai zubbonyodat, hogy itt oldalt ne legyen ez a lifegő rész. Elnézést, nyelebből Slim Fit. Igen, az én seregem, az én körletem, mondjuk ébresztő 3-4-10-kor. Mert ti mikor keltetek? 6:30. De minek kellettek? Egész tök hosszú a napot, minek kellett olyan korán? Így se csináltatok semmit, meg úgy se csináltatok semmit. Jó, hát negyed óra csak az volt, amikor álltunk egymás mellett 60-an a piszoáraknál, így szépen így sorba, és mindenki próbált meg könnyíteni magán. De hát nyilván nem sikerült, mert jobbra néztél, balra néztél, kb. Ugyanazt láttad, amit félkész vagy kész állapotban. Utána mi volt? Hát utána mentünk a reggeli tornára. Jézusom, de nyomorúságos. Reggeli torna. Reggeli torna. Csak ugrabugráltatok ott hülyen? Hát jó, hát ez esetben nyilván az lett volna, hogy mondjuk a transformátor ház mögött a többi haveroddal együtt, a média szávazatból ott álltál volna, hogy hívják az istenes Bencén, és ott ott hívják, néztétek volna, hogy elmentem már a főtörzs. Média század, mi? Ti ott elő reggeli tornáztok, mondjuk együtt vanulunk, mi hátul bandázunk. Tehát mi megpróbálunk meglugni a reggeli tornáról, és mi hátul való négy előtten nagyon röhögve bandázunk. Aztán visszamentek, mosakodtok, hát jó, Bence mondjuk dezodorál, te mosakszol is, és utána pedig szépen felöltöztek, eldugjátok a hajatokat. Ez egy nagyon fontos mozzanat. Olyan nincs, hogy én ha bevonulnék, akkor én ott valamilyen tényleg egy média század lennék, és amit ti reggeli tornáztok, meg ugrabugrátok ott hülyén, addig én mit csinálok nektek egy reggeli rádió műsort? Tehát az nem lehet, hogy én nem megyek kifutóra, meg futkosra, sehova, hanem én szolgáltatnám a reggeli rádió műsort. Tehát én lennék tényleg a média század, összeválogatnék még egy-két arcot, és lenne egy reggeli rádió műsor. Vagy amikor hülye hajtogattok, meg ugrabugrátok, meg nem tudom mit csináltok, és értelmetlen, ellövitek azt a 6 darab lőszert, addig én egy reggeli rádió is. Másfél év alatt 9 darab lőszer. Igen. Ha besült, akkor csak 8-at tudtál lőni. Igen. Mondtam, egyes lövés sebestjén, egyes előtt az egész éves. Legyen, jó, na menjünk, együnk valamit. Ennyi volt, na jó, együnk valamit. De ezt a részét szerintem élvezted volna. Gránátot dobálni, meg itt egy géppuskával lőni, meg lőni az oldalfegyvereddel, ami nálad ugye hajsütő van.
Akkor lehet valaki szekrény, ruhásszekrényből letomrak egy stílemet, a hajsütővasamat, tehát én oda le tudok pakolni, ott a körletben volt, hogy volt egy emeletes ágyad, és nem volt semmi, vagy? Igen, tehát bementél, és azt mondtad, hogy akkor ez az én gardrobom? Nem, Balázs, ezek egy maga ebből a gardrobból, ez az egy szekrény, az összes többi pedig a század. Ruhákat beakasztani, vasalót bedugni, gőzölőt hozni. Hát, ez nem nekem lett volna kitalálva. És mit tanultatok ott? Volt valami értelme egyébként? Volt. Mondj valamit, amit én ott még nem tudhatok. Hát például mondjuk tudok nyomni 10 a fekvőtámaszt. Az na, ez például szerintem simán menne. Mi történt a reggeli torán? Hülyén futkostatok? A reggel, hát nyilván a klasszikus, hogy hívják, magas térdemelés. Jaj, ne! Hogy hívják, sarokemelés. kis kék rövid nadrágba, fehér trikóba, ilyen bordás trikóba, ami egyébként most nem elég divatos megint, és kis piros csík volt így végig a trikónak szélét, fehér dorkó, és fehér zoknya volt hozzá, emlékeim szerint. Ezt is adták? A fehér dorkót? Igen. Miket hülyén kinéznetek? Azt nem értem. Tehát miért kellett mindenkinek úgy idiótának lenni? De mert nem volt stylistunk. Tudod, miért nem stylingoltál valakit? Normálisan nézzetek ki ott, amikor rohangáltok magas térdemelésbe, hajnali 3-4-6-kor. Ez nem így működött, mint az egy perc és nyersz, hogy bemész egy ízébe egy szobába, és akkor ezt nem, ezt igen, jó, ebből vegyetek be, ebből igen, ezt fel, jó, ez rövid, jobban jó lesz, oké. Ez milyen lett volna, velem vonulsz, tényleg, és ruhahúztásnál nyomok egyet. Ezt felveszem, ezt nem, ebből varatni, ezt slimfit, ezt nem, ezt köszönöm, ezt vigyék vissza. Te meg álltál mellettem, ott a kis toki rajtogatott kis ruháiddal mellettem. Sokat lazultál volna, ha velem vonulsz. Képzeld egy orvosi vizsgálatot, igen. Mi az a torlódás ott elől? Balázs, jó, végeztük már, nyugodtan elengedheted a bokára. Léci, megy az idő. Biztos, hogy minden rendben? Biztos, hogy nem találtak, hogy semmit. Higgyék el, ott még van valami, amit nem néztek meg. Na taníts meg valamit, tessék. Mondj valamit, hogy megtaláltad, tessék. Meg szeretnél tanulni, vigyázt verni. Mit? Vigyázz. Verni? Én mindig úgy verek, hogy vigyázz. Vigyázz, mert verek. Vigyázz, mert itt most pálya van. Jövő. Vigyázz az én a spárba. És üvöltök, hogy pálya! Jövök! Vigyázz verni. Ha vigyázz verni, hát mi? Ez gyakorlatilag ez a díszlépés. Amikor például előjáró volt, mondjuk egy előjárónak tisztelek, tehát lakta, hogy a parancsnok ott volt kint, és a század elvonult előtte, akkor a balkák, hát ez ennyi régi kifejezés, akkor a honvédek, vagy elvtársok, bajtársok nekem mindenből kijutott, akkor szépen vigyázt vertek előtte. Ez azt jelenti, hogy nem hajlított a lábadat, meg így térdben, hanem szépen egyenes lábbal úgy, hogy a surranónak talpát odavered jó keményen az aszfalthoz, szépen eltrapolsz mellette, miközben a két karodat, két oldalt leszorítod a csípődre, a fejedet pedig felemeled. Micsoda baromság, hát így nem jársz. És oldalt kinézel az előjáróra. Hát persze, hogy nem, hát ez egy, tehát, hogy... De miért nem volt ennyi, hogy hello főnök ez? Miért nem volt elég? Csákomákó. Tisztelet, abban is megvan. Mi ez, miért kellett ezt ennyire? Miért nincs egy hello főnök? Alesz Csótány! Hello! Hello főnök, azt, hogy rendben van? Adja neki rendesen? Jól van, ha baj van, szóljon, jövök. Tehát nem is értettem ezt. És akkor elvonultál ilyen merev nyakkal balra nézve díszlépésben? Igen, előjárónak meg a teszítem, századparancsok például, és azt mondja, hogy előjárónak tiszteleg, és akkor oldalt szépen kinéztél abba az irányba, amerre az előjáró volt, és feltartottad a fejedet. És mit csináltatok ott maradék 22 órában? Tehát egyébként tényleg? Mi történt még? Hát, előtétek a 9-et, reggel masíroztatok kisgatyában magas térdemelésben, és... Hát, várjál, több Szűcs Juditról néztünk ki, azt a postere. Bíró, itt a popsia körbe. Egyébként igen. Tehát, de tényleg, például de miről szólt? Ez benne volt. Hát a szolgálatoktól elmentünk szolgálatba. És akkor 24-ben én például egy éven keresztül voltam 24-24-ben, 24 óra szolgált, 24 óra pihenés, vagy kapuszabán, vagy egy őrtoronyban. De az ellenség... Figyeltem egy erdősávot, amiben nem történt semmi. A Petőfi laktanyánál a Baksomóhonban nézted az autókat, és figyeltem, hogy ne jöjjön ellenség? Én nagy tartsán voltam, ott annyiból jobb volt, hogy ott egy erdőt láttam. Igen. És úgy jegyezni kellett, két szajkó meg egy cigi átrepült. Jobbról azt hiszem róka. Balról mókus. De mikor jön már az ebéd? Éreztétek, hogy ez nem egy komoly dolog? Vagy hogy valami kicsit röhelyesben vesztek részt? Mert hát azért az persze kellett, ott meg az... népnevelő hatása volt, meg a fiatalok rendet, fegyelmet tanultak, szerintem többen szoktak rá dohányzás, és lettek alkoholisták, mint amennyien sportosak egyébként. De hogy te akkor, vagy te nagyon védted az erdőt. Nagyon, vagy kicsit láttad magad kívülről, hogy te most hülyén állsz és véded a semmit. Ki vagy, Süli?
Azért kezdem, hogy az ember tudja, hogy a semmit védi, vagy nagyon keményen állott a kis gépfegyverével, puskával, AK-val, nem tudom, és nagyon véded az erdőt. Te melyik voltál? Nem nálunk. Nagyon védted az erdőt? Nálunk volt vagy nagyon komoly objektum, a 32-es, ami mondjuk így egy ilyen... gázolajraktár, vagy Nem, ez egy ilyen... légvédelmi, légoltalmi vagy harcvezetési pont volt a föld alatt, tehát hogy ezért ez egy elég komoly objektum volt, és azért ott láttad, hogy van értelme. Aha, a dolognak. És ez működött, tehát, is ez az objektum, igen, vagy csak volt? Igen, jó sokáig. De mi egy kibelezett most valószínűleg meg fognak kellett védeni? Vagy most nem tudom, hogy a időtartási már lejárt-e, úgyhogy lehet, hogy kinyírnak. Tehát 15 éve nem repült MiG-21-est őriztetek? Vagy mi volt? Nem, azt a harcvezetési pontot, ahonnan irányították a MiG-eket. Aha. Azt mondjuk, na az komoly. Tehát, hogy az egy komolyabb objektum volt. És volt ilyen, hogy tényleg jött egy most nem biztos csipestét termesztenek benne. És jött egy nyest, és ráfogtad a fegyvert, és felszólítottad, hogy állj ki vagy, vagy ilyen nem volt? De fostál egyébként? Féltél? Persze. Igen? De mitől egyedül értelme? Vagy egy őrtoronyban, és egy puska van nem nála? Nem, attól féltem, hogy bedobom a hunyót, és jönnek, és hogy általában azzal szórakoztak, hogy fémvázra épültek az őrtornyok, és amikor kijött a váltás, és látták, hogy elaludtunk, akkor fogta, és az AMD-vel rávert egyet a fém szerkezetre, és akkor átszólt, mint egy ágyulövés, és akkor ott összefogta. És miért kellett mindennek ilyen hülye feladatot adni? Vagy nevet adni? Tehát azt tudom, hogy az őrség az a kötött formájú harci feladat. Mi? Az volt az őrség. Igen. Kötött igen. Formájú miért harci feladat. Miért nem azt mondták, hogy őrség? Miért kellett ilyen hülyén fogalmazottak? Miért nem mondtad, hogy menj őrségbe? Tessék? A pulóver is ilyen. az őrség volt a kötött formájú harci feladat, ez igaz? Igen. De ez miért nem lehet azt mondani, hogy Jani, mennyi őrködjél? Védd meg az erdőt, szóval a nyestek. Szóval hallottad a bátyától? Hát ez volt katona? Ő volt katona, igen. Ő volt katona. És aztán nem is menekült az ország. És aztán mondja, hogy neki ebből ő soha többet nem. Vagy tényleg, tehát amikor nem röhögtetek hangosan, amikor azt gyakoroltátok, hogy ugratok be abba a kis zubbony alá, ha jön az atomvillanás? Tehát ez valaki tényleg a honvédségnél komolyan gondolt, hogy az atomvillanásra meg kell tanítani, hogy atomvillanás barom, feküdj le a földre és dob magad a zubbony alá? Hát nem egy elmeháborodott volt, hogy atomvillanás barom, feküdj le a földre, és ugorj be a kabátod alá, vagy mi a zubbony, mert nem tudom, hogy mi volt az. Az a cucc, amit így magatokra kellett hajtogatni. Volt egy ilyen. Mikádó felső, vagy Mikádó, valami ilyesmi. Atomvillanás barom, feküdj a földre. Ki volt ez az eszement? És ott nem röhögtetek? Hát dehogy nem. Hát nálunk is voltak azért. Atomvillanás barom, most! Oké, elment! Oké, Már nem villan. Például Nagy Tatra határában volt egy ilyen szeméttelep, ahova hordták ki a településnek a szemetet, és arra ugye ilyen földréteget hordtak, és akkor így komposztáltak, vagy mit tudom én, így takarították arra a szemetet, és minket oda vittek ki lövészteknőt ásni. És az rohadt idegesítő volt, mert állandóan elakadtak a teljes zacskókban, tudod, az ások, és akkor így nyilván volt egy ilyen része is a dolognak, hogy halálosan komolytalan volt, de hát de ugyanakkor meg jó is volt. Tehát voltak benne jó dolgok is. Micsoda? De hát a közös pornonézés. Erre gondolok. Na, ez lesz a tiéd. Te leszel a mozi felelős. Általában gyengoszan néztük. Ha én bevonulok, akkor reggeli rádióműsor szolgáltatás, ha még 40 év alatt egyszer a pártunk és kormányunk Berándor azt mondja, hogy újra hadrendbe kell állni védeni, mondjuk a határvonalat. Figyelj, menni a plakátokon te leszel. Nem fogok pucsítani egy régi ézi esmercin, úgyhogy nézzetek engem, hogy szépen nem állok meg, egy tornadresszbe pucsítani. Gyere át szombat este. Igen, felveszem bírói szerint tornadresszét, és pucsítok nektek egyet. Nem, ti már nem vonultok sehova. Tehát ti otthon szépen pihenjetek, mi intézzük a hazavédelmet. Ti szépen pihenjetek ott itt közel az 50 felé, 40 alatt mi bevonultok. Nem tudom, mi lesz. Csörögni fog a telefon, és azt mondja, hogy egy nagy sóhajtás, de azt megmondom valaki, Jani, tudom, hogy már 45 vagy, de... Kérlek, Balázsék, be tudnál ugrani? Gyerekek, ahol én ott vagyok, ott móka kacagás van. Velem nem fogsz te magas térdemelésben futkorászni, az biztos. De hogy jól fogsz szórakozni, az is biztos. Kitáraszt csöretölt elsőt, vagy elsőt kitáraszt csöretölt, vagy ám... Belenézek, jól kitisztítottam. Jó, hogy nálam egy fegyvertisztítás, ott is jól szórakoznál. Nem, az a baj, hogy minél röhelyesebb egy szituáció, meg minél nagyobb baromságokat kell kitálni, mindig, amikor laktanyába forgatunk, vagy a Wunder alatt is bementünk. Hát ez vagyok zseniális. Helyesek voltak, aranyosak voltak, de ez a aj, vigyázz, kötelez, én ezen nem tudok más csak nevetni, de persze nyilván tudom, hogy a katonáság az így működik, hogy nem kérdőjelezheted meg, hogy ki milyen parancsot kap, végre kell hajtani, meg kell adni a fegyelmet. Egyébként nem működne, mint szervezet, én ezt értem. Tehát ez kívülről látva, hát ez... Tehát tudjuk, hogy abszolút elit katonák. Hát hogyne, és nagyon normális. És brutálisan jók is, erősek, persze, csak ezt... Soha nem felejtem. Volt például egy palánkra való felmászás, és akkor az egyik profi nyilván egy ilyen Afganisztánt megjárt veterán volt, tehát így, tényleg egy rohamlövés srác volt, és így fel volt
Balázs 10 percet gimnasztikázott rajta. De nem azért, mert rám tette és ákot, rám tette 2 darab bogrács, hogy nyakamba kaszottak 3 darab ákát, és azon röhögtek, hogy egy ilyen 4,5 méter falon nem tudok elsőre átmenni, de rohagyatok. És beakadt a bogrács, hogy mi volt? Egy fegyvert hagy vegyek le, a fejembe nyomtak egy ilyen izi szintén bográcsot, tudod, föl akkor mi 40 kilós menet felszerelés, hogy fussak át azon a palánkon. Oké, srácok, nyilván, persze. Csak elkezdtem bockodni, és fölmásztam. Írtam, figyelj, eleve elkezdtem futni, és míg odafutottam, már nagyon röhögtem, akkor jött a Jani bakot tartani, akkor ketten másztunk át, átestünk a másik oldalon, szórakoztunk. És mit kell csinálni, a Tomillanás van? Akkor taníts meg nekem. Elköszönni a családoktól, leginkább. Gyorsan egy SMS-ben. Na, Istenem, hát kicsit most már sajnálom, hogy nekem ez kimaradt. Hol tudom képzelni, figyelj, mennyire? Volt egy ilyen móka része. Ott inkább szerintem a kozba öregedett volna bele a Feri, szerintem. Inkább az. Nem volt egy erős? Ha. Jó, látom. Gyenge volt a kaja? Hát igen. A honvédségi tarhonya. Hát ott befogtak volna téged, de csináltál volna nekünk. Hát de nem volt, nem lett volna miből, gondolom. Ez egy tarhonyát is meg lehet úgy csinálni, hogy ehető legyen azért, ha nem? Ha van még hozzá valami, de hát azt szerintem hazahordtam volna. Ott 3 adás után besült volna a recept daráló Laci horácsekkel. Megy gyakorlatilag az a 3 recept ment így körbe, vetésforgóban. A tarhonya, a krumpli paprikás, meg a ízi a leves. Igen, és reggelire meg a lilahagyma, ha volt lilahagyma egyébként, mert inkább vörös volt, vöröshagyma, kenyérszalonna, visszolátás, gyíkus koncert, bagdatus, májkrim. Azt írja, aki idézett a szolgálati szabályzatból. Állj egyenlő a fegyverhasználat alapjául szolgáló cselekmény abba hagyására irányuló felszólítás. Ezt te tényleg meg kell magyarázni, ez, hogy állj. Állj, Józsi, tedd le, fejbe lövöd magad. Tehát a fegyverhasználat alapjául szolgáló cselekmény abbahagyására irányuló felszólítás. Neked ezeket meg kellett tanulni? Mindegyiket. Milyen őrkatonaként ezeket? Mindegyiket. Igen? Kivétel nélkül. Volt ilyen 12 pontotok is? Igen. A katona, ahol tud segít. Nem dobál, persze ment elő egy kis dobos, és ő vezetett fel minket. Nem, én biztos azt néztem volna, hogy mit lehet csibészkedni. Tehát a tankok benya és gázolaj leszívása, a szolgálati autók elkötése, a családod meglátogatása, ha sofőr vagy, miközben valahol éppen egy fejest viszel valahol, és azt, hogy most egy óráig itt leszek bent. Szóval, hogy ebben is meg lehetett találni, gondolom én, a csibészkedési faktor. Ha csak volt vér a pucádban, én végig így éltem. Tehát én valószínűleg ezt a 9 hónapot is így mulattam volna végig. A készeléti autókból a benzin leszívása, tudod, tehát ezek a nem mennek, ezek már sehol kategória volt mindegyiknek. Kint álltak szépen, és mindegyiknek csont száraz volt. Az volt a legjobb, amikor elkezdték lopkodni azokat a birkákat, amiket azért tartottak a különböző külső objektumokon, hogy mindig le legyen vágva a fű. Gyakorlatilag ilyen biofűnyírók voltak. És akkor hirtelen elkezdtek eltüledezni a birkák. Viszont megjelent a birkapörja. Figyelj, ott minden. Hát csak mondom, hogy az egyik századból az egyik öregnek, aki kutyás volt, a szekrénye mindig tele volt tojással és tejporral. A nyomorult kutyát megették a nem tudom mit. Mert meg volt határozva, hogy minden egyes őrkutyának naponta egy tojást kellett adni. És akkor kinyitotta a szekrényt, és ott volt benne 60 tojást. Lenyúlta? Simán lenyúlta. A barátnője pedig viszonylag sovány volt, és ezért hordta haza neki a tejport. Sovány volt. Sovány főtörzs volt. De írják egyébként, hogy volt katonatársa valószínűleg, igen, Lakos Otto volt a parancsnok, akit mi csak 6-os lottónak hívtunk, és a mi egyik századparancsok helyettes volt, Kesőrű főtörzs. Egyébként rettenetesen jó fej volt. Voltam szemtanúja például éleslövészeten egy olyan esetnek, amikor ugye ilyen nehézségi gyújtóval voltak ellátva ezek a kézigránátok. És hogyha ezt nem megfelelő lendülettel dobod el, akkor egyszerűen nem gyújt be. És volt olyan, hogy oda jött rá a kicsi, és így eldobt, és elrepült 5 métert. Kesűrű főtörzs kiugrott a lövészárokból, kiment a kézigránátér, fogta, eldobta, robban. De ja, hogy ez éles gránát? Persze, volt. Ez egy éles lövészet. Azért nagyon sután kellene, hogy magad elé dobd le 1 méterre, nem? Tehát egy kirány, ne frissíti, ne dobd magad elé, hát azért... Hát ez így történt. Jaj, robban. Jaj. Az nagyon sután. Jaj! Jaj, de messzire. És a Kesűrű főtörzs kiugrott a lőszárokból, és egyszerűen fogta, felkapta, eldobta. Szóval azért volt vér a pucájában bőven. Kesú főtörzs, hogy mi? Nem. Egy régi írókéz leszárodott Kesú a főtörzs. Kesűrű főtörzs. Na jó, van, szép történetek ezek nyilván. Majd beszámolsz, ha visszajöttél a seregből.
Gyerekek, ha menni kell, bízzátok rám a hazavédelmét. Uh-huh. Jó? Ha menni kell, hát nem megyek. Ha menni kell, hát lakcímet változtatok. Már alig vár rá, hogy megváltoztassák a lényeget. Nem a sereg kemény, csak maga Csicska Balázs. Ez a... De hallott? Megtanultad. Majd a best of-ba benne lesz. A best of-ba benne lesz. Nem az élet kemény, te vagy Csicska. Ezt tessék megtanulni. Na jó, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Jó, 3-4-10 lesz pontosan 8 perc múlva. Itt vagyunk egy pici szünet után. 3-4-10 lesz, pontosan 4 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. János bejött, és hát elmondott egy olyan történetet, amiből naponta el tudna mondani. Legalább 3-at, igen, 2-t minimum, mert hogy megint gondja akadt az ügyintézéssel, és hát Jánosról azért tudjuk, hogy most már nem tudás azt állítani, hogy neked valószínűleg ez a karmád, erről beszéltünk ugye korra reggel, hogy kicsit mindig undok, eladóba botlasz, mufurc, nem úgy válaszolnak neked, meglöknek, elédálnak. Hát neked ez egy harcod az élettel. Most megint belefutottál egy egyébként valójában tényleg nem túl szimpatikus ügyintézőbe, és arról beszélgetünk, hogy mindig te, és miért mindig veled csinálják azt, hogy úgy beszélnek, úgy szólnak hozzád, megaláznak, megbántanak, mi miért nem kapunk ki, vagy ritkábban ilyen ügyintézőt, ügykezelőt, eladót, benzinkutast, vagy bármit. De hála Istennek jöttél te, aki egy mindent megoldó mondattal, ami leveszi a terhet a Janiról, ezt tovább lökted ezt a Egy komoly életbölcsességet adtam át nektek. Megint tanultam valamit. Amit ha mondogatsz magadnak, megtanulod és alkalmazod, akkor igazából a spirituális fejlődésed, azt hiszem, hogy fénysebességgel. Nem változok meg, de legalább elfogadom, hogy egy csicska vagyok. Igen. Tessék figyelni, nagy életbölcsességek lesznek a következő néhány percen. Próbáltuk megfejteni, hogy mi lehet ennek az oka, hogy tényleg mindig János kerül ilyen szituációra. Én vagyok az, aki gyalogtúrázok a kukjét. De tényleg, hát konkrét ászhoz mész a pofonért állandóan, így van. És hát ugye ma nagy nap volt, főleg azoknak, akik először mentek óvodába, mármint a gyerekek, vagy éppen ma kezdődött nekik az iskola. Erről beszélgettünk, hallgatóink nagyon helyes SMS-eket írtak, hogy kinél hogy indul a reggel, illetve felhívtuk Feri lányát, ugye Békát, aki nem a lánya, viszont Panna a lánya, és arról beszélgettünk, hogy hogy áll Rákócziéknál az iskola kezdés, mert hogy ez a nap is eljött. Hát Pannának ugye ma lesz a gyakorlatilag a nyár, sőt egész élete legvidámabb napja, hiszen ma fog szembesülni a menzával. Van ilyen is. Ami már állítólag egyébként javul. Bizony, vége és a türelmi időnek, gyerekek. Már nagyon-nagyon örülök ennek. Ez egy olyan pozitív kezdeményezés, majd beszéljünk róla. Tehát ez a 6 liter... Nincs cukor, nincs só. Kamubarack lekvárral, agyonporcukrozott. Teljesen értelmetlen grízes tészta 4 kiló porcukorral, hogy ilyet nem esznek többet, azért ez nagyon klassz. Én most tettem a gyerek zsebébe mindebből egy kicsit. Hát. Csak azért, igen, tehát hogy azért egy dolgot tegyük hozzá, hogy a gyerekek szeretik a cukros, kakaós, tejbe grízt. Az van, hogy néha nekik is kéne valami olyat tenni, ami még ízlik is neki. Persze, ez nem arról szól, hogy ne egyenek, csak arról, hogy mennyi zöldséget kell lenniük, hogy mennyi húst kell lenniük, hogy mennyi fehérje legyen benne, és ne legyen benne a lebbencsleves után a 6 kg porcukros grízes tésztő, aminek se tápértéke nincs, tele van cukorral, és tönkre megy a gyerek foga. Hát az, hogy az édességet szeretik, az egy jó kezdeményezés szerintem. Egyébként ez a menza reform, ha ezt tudják teljesíteni, és normális minőségű ételeket esznek a gyerekek, az egy jó dolog. Na mindegy, erről majd beszélünk. Pannát hívtuk, és megkérdeztük, hogy hogy áll ma reggel. Tudtunk is vele beszélni, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Na jól van. Ne lesz helyes, hát az ember izgul. Olyan aranyos. Az ember izgul. Annyira kíváncsi lennék így őket a Pannára egy reggel. Iskolatáska megvan. Tolosos megvan. Piknikosár megvan. Piknik, kosár, hűtőszekrény, mindegy kosár. Tényleg. Éhes a gyerek, nem tud koncentrálni, hát enni kell. Na jönnek a hírek, bement? Ah, már a kis képet is küldött a béka, mert egyen sáljuk van a gyerekeknek, és akkor az van, na most a gyerekem nem boldog azért az egyen sálban, nézd meg azt az arcot. Anya, ne! Édesem. Szegényke. De jó, édesem. De szép a sál, úgyhogy majd megszokja. Ez milyen jó, hogy egyen sáljuk van. Igen, valami, nem kell izé, nem kell teljes forma ruha, de egy ilyen sál mindenkinek van a nyakában, és akkor ez fölkökkel. Ne szóljál. Nem sál, ez partnerli. Most jött a menzáról. Jó, de szarul hangzik, mégsem mondhattam azt. Hallom, ez egy főzőiskola. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. Nálatok is suli van már? Hát figyelj, ugye most a Romeo negyedikbe ment, ha jól emlékszem, a Demeter másodikba, és hát ugye tavaly még volt nagy izgalom a Demeternél. Mert akkor járt először a másodikba. Igen. Hát ugye akkor ő is iskolás lett, nagyfiú lett.
ma úgy ment be, hogy otthon felöltöztünk szépen, ugye évnyitóval indul az egész, és fehér ing, nem tudom, mire beértünk az iskolába kigombolva, majdnem félmeztelenül, és azt kérdezte, anya, ki találta ki az iskolát? Hát, mi tudjuk, hát nem tudjuk. Rohadjon meg ott, ahol van, reméljük már meghalt. Tényleg? Na, ez jó. Elég sarkos vélemény, igen. Úgyhogy elsőben még persze nagyon várjuk, jaj, de jó, de aztán jönnek majd a hasonló kérdések és a vélemények. És a lazulás van. Igen. Anya, tessék, de kik ezek a köcsögek? A tanáraid kisfiam. Most kérek elnézést mindenkitől, szerintem Demeter és a barátja Patrik idén le fogják bontani az iskolát. Az a jó, Csabi, én azt mondom, hogy az a jó, mindig az az életre való gyerek, aki rosszalkodik, aki élelmes, aki minden. Vagy benne van az eminens, elsősorban ülő jelentkező, azokat mindig meg kell verni. így van. Legyen rossz, be ne álljon a szája. Persze nyilván tartsa be a szabályokat, de igenis egy gyereknek az a feladata, hogy rosszalkodjon, játszon, beszélgessen, aztán majd az élet úgy is. Erőt eszembe, találkoztam egy úriemberrel, atomfizikus, és ti Kockának hívtátok, állítólag osztálytársad volt, vagy iskolában. Ulicsi Lacinak hívták, Kocka, ő, aki egy gimnáziumban jártunk, ő talán negyedikes volt, én elsős, így van. Tehát egy pár évet jártunk együtt. Emlékszik rám? Emlékszik és üdvözöl. Tényleg? Nem volt annyira vidám, amikor ezt mondta. Sose tudott megbocsátani, ez is benne volt még a mondatban. Negyedikes volt, én elsős. Kimásztunk az ablakon gimnáziumban. Éjszaka elkapott a portás, és beidézték a komplett fiú szakaszt mindenhonnan. Jött az ulicsi, mindig papucsban és zokniban, és reszketett, hogy ja, Istenem, ki fognak rúgni. Akkor odaszóltam neki elsősként, negyedikes volt, úgy kellett volna ránézni, mint az Istenek, hát ott negyedikes gimnázium. Nyugi, elvisszük a baj. Igen. Ez volt első gimnázium, az ulicsi megjött remek, hogy ki fognak rúgni. Akkor kerültem oda a gimnázium. Nyugi, elvisszük a baj. Hallott, Kocka, nem az élet kemény, te vagy csicska. Ami te csak egy műsorvezető lettél, ő atomfizikus. Egyébként már hát azt hívtuk Kockának, brutálisan okos volt már akkor is. Zokniba, szandába rohangált a folyosó, már eleve ezért meg kellett, hogy verjük nagyon sokszor. Muszáj volt. Üdvözlöm én is egyébként, mondd meg. Igen, tessék. Ó, hello! Bocsi! Sziasztok! Mi sajnáljuk inkább. És mennyire örülünk, hogy lány vagy. Hello, mert ő ritkán lány a naphallgatója. Hogy hívnak? Müller Anita vagyok. Sziasztok! Anita, hello! Jaj, de kár, hogy nem mondtad, mennyire jó lett nagyon volna. Nagyon kár, dolgozom, bocsánat. Igen. Nagyon szellemes volt, amit írtál. Azt írtad nekünk, hogy a táskám 18 kiló plusz egy ruhatatyó, órarendet még nem tudok, félek a tanároktól, rettenetesen parázok, üdv az igazgató. Ezt mi nagyon szerettük. Hát én nem annyira, mert ez valóban így van. Tényleg? Valóban, nem mondtam, hogy morning show, ez a kollégát kicsit javálnak. De tényleg te vagy az iskola igazgató? Igen. Jaj, de jó! Jó. Hát ez nem vicc akkor. Én azt hittem, hogy valaki humorizál, de akkor ezt te komolyan írtad. Általános iskola, gimnázium? Nem, ez egy művészeti iskola. Illetve hát van mellette egy szakközépiskola is, amiben dolgozom, igen. Hihetetlen, életem második jófej iskola igazgatója. Te vagy az egyik, a másik pedig a lányom jelenleg iskolai igazgatója. Ne! Nyaller! Köszönjük az ő nevében is. Na, hát ez mindig jó, hogy ilyen iskolai igazgatókkal találkozik az ember. Nem, mintha rossz fejek lennének, de hát aki még minket hallgat, ír nekünk, az meg aztán pláne el vagyunk ájulva. Na, hogy telt az első nap? Lement minden? Rendben? Hát, gőzerővel dolgozunk, igen, hívogatjuk a többi kollégát, intézményeket, szervezük az órarendet, ez nálunk egy kicsit máshogy működik, mint az a középfokon és az általános iskolákban. Rengeteg a munka, és hát mindenki itt ülnek előttem a kollégák, és most pont téged hallgatnak, titeket hallgatnak. Hát igen, és nem könnyű nekik, azért tegyük hozzá. És ki van a gyerekek? Sok nehezítő körülmény van mostanában. Lejátszanak az udvarod. Hát igen, nem nálunk nincs délelőtt, csak délután van képzés, illetve hát a gimiben pedig közismereti tanárok óráim vesznek most részt a szakiban. De klassz. Na, csókoltatunk minden tanárt, megérdemlik, abszolút szép hivatás, amit csinálnak. Köszönjük, hogy minket hallgattok. Hát köszönöm én is. Puszi nektek, jó munkát. Nektek, szervusztok. Hello. Sziasztok. Igazgató néni, de azért nincs ajándék. Mennyire meg kéne, hogy becsüljük őket, nem? Bizony. Mind fizetésben, mind morálisan, mindenhogy egyébként nem. Az talán életed nagy részét a saját gyereked bent tölti, vagy az élete nagy részét. És olyanok lesznek, amilyenné formálják őket. Tehát, hogy ennyire fontos lenne, hogy kiemelten kezeljük például a tanárokat.
Na, Csabikám, remek zenék? Gyerék, hallottam ezt a kérdést. Ugye? Mi az, amit ma nagyon nehéz tenni az utakon előre haladni, úgyhogy Wolf Kati utazás című nagyszerű klasszlágerét hozom. Ez hogy köt ez a fiú? Hogy összeköt? Hát, hogy legalább dalban ott legyünk, érted, hogy előre fele menjünk. Ráadásul ugye Wolf Katiról tudjuk azt, hogy mostantól innentől kezdve nagyon sűrűn fel fog tűnni a tévében, de be fog öltözni mindig valakinek. Van az a sztárok is beöltöznek valakinek című műsor. Az a sztárban sztár, igen. Ja, igen, az. A sztárok is beöltöznek. A sztárok is beöltöznek valakinek, hogy végre legyenek valaki, de nem maguknak. És akkor biztos, hogy a rajongók meg nagyon fognak neki örülni. Bírom azt a műsort egyébként. Igen? Igen. Melyik csatornán megy? Van valami között? Ja, igen. Ne, nincs hozzá közel, ez egy télkettős műsor, de kedvelem. De jók az arcok, akik szerepeltek eddig benne. Jól van, meghallgatjuk, Csabi. Jó? Hallgassál. 555-55-00, ez a telefonszám. Holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.